No. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a Fekete István Szabad Egyetem második fél évének első előadásán. Rendhagyó körülmények közepette, mint minden előadásunkat természetesen videón meg lehet tekinteni utólag, de ahogy a jogszabályok, úgy mi sem fosztjuk meg az érdeklődőket attól, hogy akinek akár nincs internetes elérhetősége, akár a személyes előadás varázsában hisz, akár könyvet szeretne dedikáltatni a szerzőinkkel, amíg ezt tehetik, és amíg a járványügyi helyzetben ez még óvintézkedések közepette megengedett, személyesen vegyenek részt. A második félévi első előadásunk egyfajta félévnyitó bevezető köszöntőjére először is fölkérem Popé Gyula igazgató urat, az MTA doktorát, hogy nyissa meg a Fekete István Szabad Egyetem első őszi félévét. Tisztelt alelnök úr, tisztelt tanár úr, és tisztelt kedves magyar testvéreim, kedves jelenlévő barátaim. Itt van az ősz, itt van újra. Kezdhetném én is Petőfi szavaival. El tudnék azonban kellemesebb, szebb őszt is képzelni a magunk számára, nem az időjárásra gondolok, mert az gyönyörű, nagyszerű, hanem erre a zavaró körülményre, amely itt rontja az egészségünket, rontja a hangulatunkat, és rontja a kedélyállapotunkat. Erre a bizonyos vírus históriára. Nem könnyű így az életünk, no de ami nehéz, az még nem lehetetlen. Meg kell küzdenünk ezzel a gonddal, bajjal is, és mi úgy gondolom, hogy képesek is leszünk rá. Mert tudjuk nagyon jól, hogy szükség van arra a cselekményre, arra a tevékenységre, amit mi végzünk, valamennyiünk hasznára, javára, és merem mondani, hogy hazánk és a Jóisten dicsőségére. Nem lankadhat az erőnk, nem ijedhetünk meg a nehézségektől, és ezt a fél évet is, ez az őszi hónapokat is, bármilyen keserves és nehéz is, végig kell csinálnunk, és nem szabad lankadnunk, minden hónap középső csütörtökén meg kell tartanunk az előre betervezett és elhatározott előadásunkat. Szeretettel üdvözlöm körünkben Pap Gábor tanárulat, aki az őszi szezon első előadását vállalta és meg is tartja, bizonyára valamennyiünk szellemi és erkölcsi épülésére. A többi előadóról most egyelőre nem beszélek, majd az időben meglátjuk, bár a programunkban már benne van, foglalt az egész fél évünk egészen a karácsonyi ünnepekig, de úgy gondolom, mindegyik előadó megtartja majd az előadását, mert meg lesz rá a törvényesen engedélyezett lehetőség, biztosított lehetőség, és mi úgy gondolom, élünk ezzel a lehetőséggel, és megtartjuk, megtesszük, amit megkövetel tőlünk a nemzet és a haza. Eszembe jut most pillanat, egy pillanat alatt eszembe jutott, átcikázott az agyamon Döbrentei Kornél versének egy sora: legyünk a nemzet hűség jobbágyai röghöz kötötten. Ez a mi feladatunk, és úgy gondolom nekünk, mint politikailag, mint művelődésünk növelése szempontjából meg kell ennek a feltételnek, ennek a kívánalomnak felelnünk. Tudjuk, milyen jó, milyen rossz nálunk a helyzet ilyen tekintetben, és valóban szükség van a Fekete István Szabad Egyetemre, hogy minden korláttól függetlenül és mentesen meg tudja tartani, meg tudja oldani azokat a feladatokat, amely az igazi nemzeti kultúra, nemzeti művelődés szempontjából szükségesek és elengedhetetlenek a számunkra. Annál is inkább meg kell tennünk ezt, mert a balliberális ellenfelünk, ellenzékünk, nemzetünk ellenségei ugyanezt megteszik nagyobb erővel, nagyobb hátszéllel. Nekünk tehát meg kell tennünk a magunk módján mindent a hamis tanok ellensúlyozására, az igazi tudomány, az igazi magyarság tudomány terjesztésére, és az emberek, talán egyes emberek lankadó energiájának és hitének erősítésére. Köszönöm a figyelmüket, és átadom a szót kedves meghívott vendégünknek.
Neki szól természetesen. Jó, hát akkor én is szeretettel köszöntöm nálam jobbára azért fiatalabb, kedves jelenlévőket. És hát nem visszaélve ugye a kornak a előnyeivel. Ez egy eléggé hát kemény előadásnak ígérkezik. A címe azt hiszem, hogy már önmagában is sokat mond, ez a mi dolgunk a világon. Hát aki irodalomban járatos, azt tudja, hogy itt Vörös Marti szólal meg. Talán nem is baj, hogy Petőfi után ez most éppen Vörös Martival kezdődik. És hát ez a Gondolatok a könyvtárban című óriási költeményének a végjátékában hangzik el. És általában csak a második felét szokták idézni. Mert ez két részből áll önmagában is, tehát kétszer teszi fel a kérdést, hogy mi dolgunk a világon. És ha az elsőt lehagyom, akkor nagyon hiányos lesz a tanulsága. Tehát mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ezt leszokták hagyni. Holott mi most éppen ezt tesszük. És tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk. A föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, és mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Eddig az első rész. Most ez az egyetemes. És most jön az, hogy mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. És innen már a nemzethez szól. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság. Férfi munka volt. Tehát ha ezt végig tudjuk élni, nem csak hallgatni, vagy olvasgatni, akkor megértjük azt is, hogy Vörös Marti miért kerül perifériára a jelenlegi oktatásban. Itt olyan hatalmas, alaposan végig gondolt gondolatmenettel állunk szemben, amelynek még a vesszői is beszédesek. Tehát itt szó sincs arról, hogy a magyarság az az emberség ellenében kellene, hogy érvényesüljön. Ezt a kettőt próbálják egymásnak ugratni, és egymás ellen kijátszani, azok is, akik jobbra húznak el, azok is, akik balra húznak el. Az ember és a magyar egyetlen fogalma. Na most ehhez nagyon szép mondatokat lehetne még hozzáfűzni, én most nem ezzel tölteném az időt, mert ezek általában el is hangzanak. Tehát az óv intézkedések a szellem részéről azért elég szépen elhangzanak. Mondjuk nem a kormányzat köréből, de azért lehető velük találkozni. Nem mondhatjuk el, hogy nincs szószólója ennek a bizonyos Vörös Marti figyelmeztetésnek. De most én úgy terveztem ezt a mostani pár, nem is mondom, hogy pár órát, mert ez másfél óra maximum, ahogy én elnézem, hanem rögtön vetítenénk. Van erre mód? Csak azért, mert a tapasztalataim szerint szövegekből már eléggé föl van töltve a hazai közönség. A képi tartalék anyaga a nulla körüli tartományban van. Tehát először a képektől fosztottak meg bennünket. Ami jelenleg képzőművészet címen megy, az, hát hogy mondjam, csak képgyilkosság, vagy nem is tudom, mit mondjak. Tehát megfosztása annak, aki találkozik ezzel, attól, hogy minőséget tudjon érzékelni. Ezért van az, hogy az ember rögtön képpel szereti kezdeni, ha valami nagyon fontosat akar mondani, mert itt az is vizsgázik, hogy egyáltalán rá tudunk-e ezekre hangolódni. Hajlandók vagyunk-e, és tudunk-e? Ha az ember végignéz, mondjuk most csak a képekben tovább gondolkozva, mondjuk egy hónapig lehetőleg teljességre törekedve, amit színpadon játszanak, azt végignézni. Na most ez nyugodtan mondhatom katasztrófa. Miért? Mert csinálok időnként ilyen metszeteket. Itt, ha az ember a színház művészetre gondol, azt mondja, hogy hát ez egyszer meggyalázása mindannak, amit színpadról ember embernek tudna mondani.
de valami elképesztő arcátlansággal, tehát olyan mértékű meggyalázása az emberi minőségnek, hogy az ember csak nézi, hogy meddig tudjátok ezt még lefelé vinni. Hát már a pincében sincs lejjebb. Tehát utána azt mondja, jó, akkor vigasztalódjunk a filmek között. Hát a filmeknél van egy csatorna, ha abban beleállsz, előbb vagy utóbb úgyis valamilyen díjat fogsz kapni, mondjuk Oscar díjat. De ahhoz elég aljasságot kell rászórni a magyarságra. Ennek ez a feltétele. És itt már nem csak a pornó, vagy nem csak a magamutogatás, hanem az, hogy tudod-e még egy kicsit jobban gyalázni a magyart. Egész egyszerűen nincs más szempont. Tehát mi ne áltassuk már magunkat, hogy itt ilyen egyéb érdekek. Nem. És ez azért döbbenetes, mert ha az ember mondjuk, valószínűleg hivatkoznom kell még rá a továbbiakban, mondjuk kézbe vesz egy olyan könyvet, amit, hát gondolom az a név, hogy Yehudi Menuhin az eléggé közismert. Na az ő fiát Gerard Menuhinnak hívják. És ő önmagát természetesen azonnal, mint hát született és vállalt zsidót bemutatva, hát olyan dokumentumokat közöl, hogy az ember csak tényleg pislog, hogy ti tudjátok, hogy mi ezt csináljátok? Igen, tudják. Igen, szó sincs róla, hogy véletlenszerűen történne. Rengeteg egyenes idézetet közöl, amit az ember hát egyszerűen megdöbben. Hogy mindez már publikálódott? Igen. Közzétevődött? Tehát úgy, hogy mindenki hozzá? Igen. Tehát itt nincs több kérdés. És akkor az ember megnéz a regisztert. És tessék elképzelni, 400 oldal, és a magyar, mint kifejezés elő se fordul benne. Nem tudom értető. A németet minden holokauszt és egyéb emlegetése mellett dicséri. Dicséri, de úgy, hogy még kiemelten is dicséri. A magyar név szerint se fordul elő. Összesen három olyan, ez mondom 400-on fölüli oldalszám, és olyan három nevet lehet csak benne találni, ami valamilyen módon hozzánk kapcsolódik. Hát akik első Kun Béla, második Soros György, a harmadik Herzl Tivadar. Tetszik tudni, ki a Herzl Tivadar? Hát ha valaki mondjuk nem ismerné, vagy nem tudná, akkor Heltai Jenő az ő unokatestvére. Tudjuk, ki volt Heltai Jenő? Hát aki a János Vitéz című daljátéknak a szövegét írta. Hát akkor elkezdhetünk már azért lassan gondolkozni. Igen, Herzl Tivadar, a cionizmusnak az alapítója. Valószínűleg tőle is fogok idézni még mámat, de minden úgyse fog beleférni. Tehát ez nem másfél órás anyag, amit ide hoztam. Csak nem árt tudni, hogy egyfajta önvizsgálat azért elindult azon az oldalon is. De a magyar nem szerepelhet benne. Most bármilyen furcsán hangzik, én tegnap olvastam, de csak úgy, hogy szünetben, miközben az ember dolgozik, néha kell egy kis üdülés. Egy Stuttgartban élő magyar honfitársunknak egy nagyon érdekes írását a berni 1954-es világbajnokságnak a hátteréről. Most már nagyon sok mindent tudunk arról, mert most már németek is teszik közé, hogy hát ez bizony, ez kamu volt. Tehát a legteljesebb mértékben, akármilyen szempontból nézzük, ez bizony mi nyertük ezt a világbajnokságot, és hogy egyáltalán miért nem lehetett. És végre valaki kimondja, minden exakt tényt végigvizsgálva, amik tényleg ellenünk szóltak, tehát volt olyan, ami ellenünk szólt, ezzel együtt lehetetlen, hogy az a csapat, amelyik korábban, hát ismerjük az eredményeket, az akkori világbajnokot 4-2-re legyőzi, utána vagy előtte a brazilokat győzi le 4-2-re, és ráadásul tartalékosan. Tehát ez lehetetlen, hogy a tétre menő utolsón így verjék meg. És akkor kimutatja, hogy ez a legvalószínűbb, és már akkoriban fölmerült vélekedések szerint, aminek ő szépen leírja a bizonyítékait, hogy ez egy megrendelt, és méghozzá a németeknek, de valószínűleg nem is nekik, hanem az amerikaiaknak, nagyon sokba került az, hogy a németek győzzenek. Miért? Azért, mert az akkori, ugye ez a Sebes Gusztáv kapott egy, volt a
szövetségkapitány kapott az utolsó pillanatokban egy olyan utasítást, aminek csak az volt a megjelölése, hogy pártutasítás. Tehát nincs visszakérdezés. És mint kiderült, ez Rákositól közvetlenül származott, akivel ők nagyon jól ismerték egymást, de nem Rákositól származott, hanem messzebbről. Hát gondolom nem Vietnámból. Tehát a kicsit közelebbről. És ennek az volt a lényege, hogy nehogy már, hát hogy mondja, a nyugat ellenében a kelet győzőn, mert ez tulajdonképpen nyugatnak és keletnek volt az összecsapása, ezt mindenki tudta, hanem Moszkvából megüzenték, hogy meg lehet vásárolni, hogy nyugat győzzön. Sokban lesz ez nektek, és utána még azt is, amit küldtek vele, tehát embargon lévő valamilyen gépezetet, még annak az útvonalát is tudta rekonstruálni ez a bizonyos barátunk. Miért? Azért, mert az édesapja éppen a MÁV-nak valamilyen vezetőségi posztján volt, és egészen pontosan tudták, hogy mikor jön az a bizonyos vonat, ami hozza a mi győzelmünknek az árát. Az, hogy mi ne győzzünk. Na most, ebben engem nem az érdekelt, hogy mennyit fizetett ezért a vereségért a nyugat, hanem az, hogy Moszkvában nagyon jól tudták, a magyart nem szabad győztesnek kihozni. Ha bulgár lett volna a helyünkben, nyugodtan győzhetett volna. Ha csehszlovák, mert akkor még az volt, vagy jugoszlán, nyugodtan győzhetett volna. A magyarnak nem tegnap óta nem szabad győzni. Na most ezen lehet keseregni, lehet dühöngeni, semmit nem érünk el vele, nem tegnapi ez a játék. Hanem ez azt jelenti, hogy tudomásul kell venni, nekünk ebben a helyzetben kell győzni, és fogunk győzni. Tehát ez nem olyan dolog, amin érdemes vitatkozni. A sértődés a legrosszabb politika. Naponta fölmentik az emberek magukat, nagyot keseregtünk. Holott pedig a legrosszabb körülmények között mutatkozik meg, ugye hogy szokták ezt megfogalmazni, most aztán igazán nagyon aktuális, ugye a fertőzés kellős közepén, hogy apálykor mutatkozik meg, hogy kin nincsen fürdőruha. Most aztán tényleg megmutatkozik, de nem csak a fertőzés miatt. Egyébként is. Nagyon megmutatkozik. Én csak annyit mondtam az illetőnek, akitől ezt hallottam, hogy ez is egy álláspont, de én ezt megfordítanám azért. Engem nem az érdekel, hogy kin nincs fürdőruha, hanem az, hogy kin van. És nekünk azokhoz van dolgunk, nem azokhoz, akiknek nincs fürdőruhájuk. És itt van a nagy gond, hogy általában azokkal bajlódunk, akiken nincs fürdőruha. Hát bajlódjanak velük, már elnézést, de a buzik. Ez már az ő dolguk. Tehát nem hiszem, hogy a súlypontja annak, amit mi csinálunk ma, mondom mások nevében, én ugyan mit csinálok, tehát az, hogy nem azzal, ami rossz, azzal hadakozni. És itt egy alapkérdésről van szó. És itt azért néhány ilyen alapkérdés föl fog merülni. Ugyanis mi ilyenkor, amikor pofoszkodunk a gonoszszal, olyankor abból indulunk ki, hogy a rossznak az ellentéte a jó. De ez nem így van. A rossznak az ellentéte egy másik előjelű rossz. Tehát egy ellenkező előjelű rossz. Erre szoktuk mondani az olyan papra, aki semmi mást nem csinál, mint csak negatívba fordítja, amit az előző pártitkár pozitívnak ítélt meg, és fordítva pozitívnak állítja be azt, amit a pártitkár negatívnak. Ez nem pape. Ez antipártitkár. Tehát ezt kellene már tisztában látni. Tele vagyunk antipártitkárral. Ahelyett, hogy a jót művelnénk, amivel tele van, mint lehetőséggel az életünk. Ez nem igaz, hogy nem. Na most a helyzet az, hogy az első képet egy Szamos Menti, jelenleg határ városkának, nem is tudom, hogy városke vagy község, Csenger Simának a református templomából vettem ki, annak a festett kazettás templomi mennyezete tartalmazza az egyik sarok kazetta formájában. Na most ezzel az első képpel tulajdonképpen akár ki is tölthetnénk ezt a másfél órát, annyi mindent tud elmondani, ha valakinek van a képírás olvasásban valamiféle tapasztalata, de honnan legyen? Sehol nem tanítják.
Tehát a mi hagyományunk nem a betűírásban foglaltatik benne hitelesen, hanem a képírásban. De ha egyáltalán a képírásról hallott valaki, mint ilyenről, mindenki, mint szinonimát, tehát mint hasonló jelentésű szót, hát kapja meg, mint hogyha ez a festészetnek vagy a grafikának lenne a szinonimá. Nem, semmi köze nincs ahhoz. Tehát itt egy teljesen más dologról van szó. Arról van szó, hogy adok egy képjelet, és addig olvashatjátok, amíg nem kerültök ellentétbe a benne eddig megfogalmazott és kiolvasható üzenettel. Tehát ez nem egy mondatnyi, vagy nem egy, hogy mondjam, 3-4 mondatból álló tanúság, hanem egy egész gondolatrendszer. Na most itt nagyon rövidre fogva, a mennyezeten hasonlóképpen, mint a református templom, de ezek nem csak református templomokban maradtak fönn. Tehát kazettás mennyezet, az a arányait tekintve még több van unitárius templomban, mint reformátusban. Nagyon kevés maradt fönn az evangélikusoknál, és az egy egészen más forrásból származó. Tehát azok nem képírásbeli, hanem ábrázolás típusú képek. Tehát azt jelenti, hogy a látványból indulnak ki. Ez nem a látványból indul ki. Így látni semmit nem láthatunk a világból, csak ha mögéje tudunk látni. Tehát ez nem az ábrázolás. Az ábrázolás mit jelent? Az, hogy kiválasztok a valóságnak a határtalan változatosságából valamilyen közvetlenül érzékelhető részletet, megkérem, hogy ne mozogjon, én sem mozgok, és akkor hát ugye egy hulla fest hullát, mert itt erről van szó. Tehát, de szó szerint. Tehát ezt egyáltalán nem kell szégyenkezve hallgatni, ha valaki ezt, mert ő sem mozoghat közben, de én sem mozoghatok, mert abban a pillanatban az összes fényviszony, fényárnyék viszony megváltozik. Tehát ennek az eredete az pontosan az, hogy én le tudom-e fékezni odáig, és ezért van az, hogy tulajdonképpen egy napon se lenne szabad emlegetni a képírást és az ábrázolást. Ez egy teljesen, nem azt jelenti, hogy az ábrázolás értéktelen, dehogy értéktelen. De nem ugyanarról van szó. Na most itt mit jelent? Az első az, hogy az egész kazettás mennyezet gyakorlatilag virágokba, illetve növényekbe öltöztet, nagyon ritkán, például Csenger Simán azért elég sokszor, ahhoz képest, hogy mennyi, mert ez egy 7x8-as rendszer, tehát egy 56-os, de abból tulajdonképpen csak a 7x7-es az, ami olvasható közvetlenül, és ez ebben mindegyik jelnek megvan a megfelelője az évkör 12-ességében egy-egy állapotnak. Na most a magyar nyelv rengeteg segítséget ad az a tekintetben, hogy én mit tudok kiolvasni a hagyományunkból. Használjuk ezt? Soha. Semmi szín alatt. Miért? Mert az már magyarkodás, az már, mit mondjak, már rasszizmus. Hát ma már, sőt, ma már anti, meg minden tóni. Tehát tudjuk, a magyar, ha azt mondja, hogy virág, akkor minden egyes esetben ez világot jelent. De milyen világot? Nem azt, ami az orosznál a mír, hogy világproletáriai egyesüljetek, hanem az a világ, amitől már megfosztok valakit, az világtalan lesz. Tehát azt jelenti, hogy a világnak a fényben való teremtettségére utal. Tehát az azt jelenti, hogy ha azt elvesztem, akkor nem tudok tájékozódni a világban. Tehát ez a magyar virág ornamentika, ahogy nevezik, de már ez egyáltalán nem ornamentika, ez egy beszédes képjel együttes. Abban, ha én valamit virágként látok, és majdnem azt mondom, hogy más se látok, ez a leggyakoribb. Az azt jelenti, hogy itt bizony a világról szól a vallomás. Nem érdekel? Hát drágám, akkor nem fogod olvasni. Tehát enélkül fogsz majd, hát hogy mondjam csak, oda jutni, ahol való vagy. Tehát ez ugyanakkor ez általában növényi valamilyen minőségen belül jelenik meg. Mit jelent a növény magyar képírásban? Hát a magyar szó, hogy növény, az a növevény szó összevont alakja. Ezt még tanítják. Na de az, hogy ahol növény megjelenik népművészetünkben, ez népművészet nyelvén fogalmaz. Semmi különbség nincs a kazettás mennyezetek képi szöveg, hogy mondjam, használata és a magyar népművészetnek. Az ábrázolás, most nem ábrázolásos, hanem képírásban fogalmazó része között. Tehát ez nyugodtan a népművészet nyelvén írható és olvasható. Na most a növevény tehát az életnek a
kettős természetéből, hogy vagy folyamatszerű, vagy állapotszerű, nyilván melyikhez tartozik, folyamatszerűhöz, és abból kiemelten a növekedés jellegűhöz. És ha állatként jelenik meg, vajon mit fog jelenteni? Állapotot. Tehát amikor elindul egy inda, indának nevezik, tehát nyilvánvalóan induló folyamatról van szó, egy darabig megy, mint folyamat, akkor a továbbiakban, ha nem válik állat alakába, például percek alatt lehetne bármelyik ilyen virág alakzatból madarat ragozni. Teljesen, ezt szoktam rajzolni táblára, de hát itt ilyenekre most már nincs idő, meg alkalom sem. Tehát a lényeg az, hogy abban a pillanatban lefékeződik, és állapotszerűségében mutat valamit a világ alakulásából. Na most, ha én azt mondom, hogy állatöv, nem tudom, ismerőse a kifejezést, ez azt jelenti, ez az álló csillagoknak az öve. De nem, mert ez az zodiákusnak a tükörfordítás. Tényleg? Mondd már nekem, de úgy szépen, nyugodtan, hogy görögül, hogy van az, hogy állat, és hogy van az, hogy öv. Hát minden görög ki fog röhögni. Hát náluk az állat nem jelent állapotot. Nem tudom, érthető-e. Tehát nyilvánvalóan nem görögből fordított kifejezés, hanem amíg a hétbolygó rendszer, ezek mind most a továbbiakban fognak szerepelni. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a bolygókról beszélek, akkor én egy folyamatszerűséget teszek hangsúlyossá a világ működéséből. Hogyha az állatövet hangsúlyozom, naputnak is szokták nevezni, ez a régi kifejezése, akkor viszont az állapotszerűségre koncentrálok, arra összpontosítok. Na most ez nyilvánvalóan a folyamatszerűséget hangsúlyozza. Na most ezt lehet úgy megjeleníteni, hogy a fő vonulatok azok a függőlegessel párhuzamosak, olyat is lehetne éppen vetíteni, lehet, hogy fogom is most a továbbiakban, akkor az nyilvánvalóan egy felfelé törekvést fog jelezni. Ha a vízszintessel párhuzam, akkor egy nyugvó félben lévő folyamatot, de folyamatot. És egyetlen eset van az egész 12-es rendszerben, ez most az állatöv egészét jelenti, és időben értelmezve. Mert tudjuk, annak van térbeli jelentése, akkor csillagképek övezetéről van szó. Időbeli az pedig egy teljes évnek a 12 hónapból való hát, kiragozódása. Na most, ha ez az átlóra van, olyanból egyetlen egy van. És az melyik? Az a nyilas. Tehát ha én egy egyirányú húzást tapasztalok egy növényekből kirajzolódó ábrában, és az az átlóra íródik ki, az semmi mást nem jelenthet, csak a nyilas tulajdonságok éppen érvényben levését. Tehát amikor mozgásban érzékelem. Na most ez kinek szólhat? Azt tudjuk, hogy egyénekre a horoszkópot azt ma nagyüzemileg csinálják. Ér annyit, amennyit ér, nyilván aki ért hozzá, az többet tud belőle kiolvasni, aki meg nagyon hiszékeny, még el is hiszi. Na most az viszont, tehát semmi ellenérzésem nincs a horoszkóp készítéssel szemben, de én magam nem csinálok. Sőt, hát nem örülnék neki, ha nekem is csinálnának. Na minden esetre ez az, ami egyénre szól. Na igen ám, de az idők kezdete óta nem csak egyénre csinálnak horoszkópot, hanem nemzetre is. Na most, nem maga választja a nemzet, hogy milyen állatövi jegytulajdonságot osztanak ki neki. Ahhoz nagyon hosszan kell önmagával azonosnak lenni egy nemzetnek, hogy annyira kiegecesedjenek az alaptulajdonságai, hogy már egyeztethetők legyenek a 12 alaptulajdonság közül valamelyikkel. Na most, van olyan ország itt a közelünkben, amelyik fiatalabb, mint az én fiatal unoköcsém. És ez azért fontos, mert ezek, de nem egy ilyen van. Na most itt az a gond, hogy ezeknek még nincs kiegecesedett alaptulajdonságuk, mert tulajdonképp egyetlen tulajdonságra húzódnak rá az összes többiek. És ez mi ez az alaptulajdonság? Mondjuk szlovákoknál, románoknál, szerbeknél egyetlen, eléggé gyűlölöd-e a magyart? Semmi más viszonyítási alapja nincsen. És ezt tessék tudomásul venni. És nem visszagyűlölni, ez a lehető legrosszabb válasz lenne.
bennünket semmi nem kényszerít arra, hogy gyűlöljük őt. Miért? Mert nekünk tényleg van múltunk. Hát az övéket is abból próbálják kigazdálkodni. Mert csak onnan tudnak, ahol van. Tehát ezen meg megint nem érdemes dühösködni. Honnan fenéből vegyenek? Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a címerébe felhasználja, meg semmi köze nincs a Tóthoz. De nem csak erről van szó. Egyszerűen nincs neki. Nincs olyan alaptulajdonsága, amire rá tudna rakódni a nemzeti sajátosság. Tehát az, amit Vörös Martinál érzékeltünk, hogy ennek van nemzettudata ennek a költőnek. És arra törekszik, hogy azért aki olvassa vagy hallgatja, azért annak is próbáljon már magából, nem kell nekünk beszerezni Vörös Martitól, csak engedje, hogy az kezdjen kibontakodni. Kapjon egy figyelmeztetést, nem olyan nagy bűn, hogy te magyar vagy. Azt át lehet élni, és annak akkor éljél is megfelelően. Hát itt sokat szokták szidni a dákoromán elméletet. Nem azzal van a baj, hanem az, hogy ha már hazug vagy nem hazug, persze, hogy hazug, de ha már választott magának egy dák őst, hát akkor annak megfelelően éljen, nem tudom, értető-e. Hát persze, semmi bajunk nem lenne a románnal, vagy a másik jelenben. Tehát a románnak a legalább az egyharmada, az kun. Kun, így ahogy mondom. És hát ez Kunország volt egyébként a magyar történelemben. Hát ugye történész, most mit akarok itt magyarázgatni? De ez azt jelenti, hogy és bennük is van, hát a táncaik közül az egyik legismertebb, és tényleg egy egészen csodálatos tánc, ez a Kaluser tánc. Na most Falvai Károly neve nem tudom mennyire ismert, talán az idősebbnek is, mert hát ő egy kitűnő táncpedagógus volt, de egészen elképesztő. Kitűnő néptáncos is volt, és kitűnő pedagógus, és cikkei alap témákkal foglalkoznak a magyar tánc területén. És a legjobb gárdába tartozott bele, hát sajnos már nem él. Na, a Kaluser táncról írt egy hatalmas tanulmányt, és miután azt, hát az adatgyűjtés óta mi elég sokat dolgoztunk együtt. Tehát teljesen pontosan ki tudtam mutatni, ennek semmi értelme nincs latin, hogy mondjam, gyökereken. Kizárólag a kun. Tehát egészen a pusztai, hogy mondjam, az eredet helyig vissza lehetett nyomozni. Ez a legtipikusabb kun tánc. Tehát pusztai, nem nomád, az nem jó kifejezés, de a lovas néphagyomány ezt a típust fejlesztette ki. Egyébként a kulcs szava, ez nem a kalus, egy kulcs szava, most lehet, hogy nem fog eszembe jutni, de az például kunul, a kun nyelv, ez ami egy töröknek egy dialektusa. Abban tökéletesen érthető. Na most, ezt csak azért mondom, hogy nekünk igenis, bár nem mi választottuk, de van az állatövben. A típusunkra vonatkozó állatövi egy melyik az? Hát a nyilas természetesen. Tehát ez, aminek itt a képjelét látjuk. Na igen ám, de nem mindegy, hogy én ezt mire használom. Tehát ha én azt mondom egy népre, hogy ez a nyilas népe, akkor ez nem a testi megnyilatkozására vonatkozik, hanem a szellemire. És ezt meg általában elfelejtik. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan valaki lesz a jellegadó nyilas tulajdonságainak a képviselője, aki maga a történelem szintjén hát éppen csak a háttérből jelentkezik, de történetesen, tehát úgy, hogy tudom dokumentálisan követni, úgy a magyarság életében nem szól be. A magyarság először ennek az iker fiaiban jelentkezik. Hát gondolom, kitaláljuk. Tehát a nyilas, ugye a nagy vadász az úr előtt, ez nem zsidó találmány, tehát nehogy már véletlenül félreértsük, hanem zárványként maradt meg az ószövetségi, innen-onnan összeszedett, és de ez nem dehonestálása, de legalább összeszedte. Nem tudom, érthető-e. De nehogy már azt higgyük, hogy Noé zsidó találmány. Nem is érti, hogy micsoda. Hát a Noénak mindenütt, ahol magyar szövegben találjuk, és nem csak zsidó hagyományban maradt fel. Egyetemes hagyomány. Nem tudom, az a könyv nemrég jelent meg, Heinrich von, aztán nem volt von, csak doktor volt, Lücken. Lücken Henrikként szoktunk emlegetni. A címe az emberi nem ős, vagy emberiség ős hagyományai. És döbbenetes gyűjteménye annak, 1800-as évek legvégén, vagy 1900-as évek elején, tehát minden esetre egy nagyon, azt hiszem még a 800-as években, hát persze, hogy annak,
jó, de abban jelent meg, és kiderül, hogy az összes olyan fogalom, személy, vagy tárgy, vagy cselekmény, amit mi egyértelműen zsidó hagyományként tartunk számon, már akár dicsérve, akár nem dicsérve, mindegyiknek megvan az egész világon a megfelelője, és mind olyan időből, amikor még nem volt ott térítés. Nem tudom, érthető. Tehát az első térítőknek az adatgyűjtéséből hozza a teljes anyagot, és egészen döbbenetes. Egy Noé az csak egy példa, mert a világon mindenütt megvan, az özönvíz hagyomány is, de szó szerint a világon mindenütt. És hát a Noé név, na most ha én megkérdezem, hogy ha én mondjuk táviratilag közlöm az akadémikus úrral, hogy a, hogy mondjam csak, mondjuk a, mondjuk egy pártot, mert én nem vagyok otthon a pártokban, Fidesz ne említsük, a tiviákot. Van még egyáltalán más párt? Na, mondjunk egyet. Melyik? Ja, de ezt meg nem leges. Na, jó, SZDSZ, legyen akkor már. Mindenki tudja, hogy akkor az melyik oldalon van. Tehát, hogy annak a vezetője nő, hogy fog megjelenni ez a táviratban? Utolsó szó. Noé, hát mondjuk már ki, hát teljesen egyértelmű. Hát a női minőség. Hát mit vitt be a bárkába? Egy darab növényt bevitt? Hát dehogy, ő maga ment be. Tehát a növény minőségnek ott lejárt a kizárólagosságos hát ideje. Na de hát ezt teljes részletességgel ki lehet fejteni, ki is fejtettem. Tehát az a könyv, most nem hoztuk el, mert akkor hozhatunk volna még sok mindent. Annak az a címe, hogy üt történet magyarul. És egyszerűen beszél. Az a zárvány anyag, amit az Ószövetségben közölnek, az nem az ő hagyományuk. És nem tudják törökül sem értelmezni. Nem tudják, mit tudom, hát a legkevesebb, hogy hojberül nem tudják, de latinul se. Tehát semmelyik olyan nyelv családon belül, hát amelyik hát a szent nyelveket így produkálja. Tehát akár a görögöt, akár a latint, akár a héber, akár a szanszkritot. Nem tudja megszólaltatni. Magyarul meg nem szabad. Nem tudom, érthető-e. Hát tessék már egyszer, ha egyszer olvasható valami, azt tessék olvasni. Na most, ha én ezt a nyelvésznek elmondom az akadémián, hát az engem rendőrrel vitet el. Hát ilyen nincs, hogy de nem lehet. Tessék, olvasd szlovákul. Ha tudod, hát akkor ez neked így szól. Tehát ilyen nincs, hogy egy nyelven én csak elkezdek bűvészkedni. Hát az vagy tud összefüggéseiben értelmezni közléseket, és akkor az azon szól. Vagy pedig nem. Tehát ha egyszer elkezdik majd tanulmányozni, hogy mondjuk egy ilyen név, hogy mondjuk csak Dániel könyvében azt mondja, hogy a három ifjúnak a neve. És akkor elkezdi Sidrák, Misák, Abednego. És akkor megnézik, hogy mondjuk a Biblia magyarázatokban, amik általában hogy lap alján szoktak megjelenni, vagy most már újabban inkább külön tanulmányban, hogy azért ne olvassák el. Mert hát ha elolvasom, hogy egy-egy ilyen névnek milyen magyarázata, de fél oldal a magyarázata. Hát ne veszi meg hülyeséget. Hát hogy képzelette ezt? Hogy az Isten szerette őt, és még a Billit is alátolta. Na ezt jelenti, nem tudom érthető. És akkor nekem ezt el kell hinnem egy két szótagú, mondjuk héber szóval. Szóval itt már olyan fokig megy a megtévesztés, hogy ez egyszerűen nincs rá fogalom. Most ha az ember nem ilyen háttérrel néz, azt mondja, hogy egy jó kis díszítgetés, hát persze elrajzolt, na de hát ugye népi, na de hát ugye magyar, hát milyen legyen, hát elrajzolt. Hát természetesen. Na most, tehát a lényeg az, hogy a nyilas tulajdonságnak, ha ez tényleg velünk kapcsolatban említik, mindig a szellemi hagyatékunkat kell. És amikor az testet ölt, ez egy alapszabály, mert mindjárt a rá vonatkozó képet is mutatom, az a második kép lesz, az mindig a vele szemközti jegy tulajdonság, állatövi jegy tulajdonságban ölt testet. Példát mondok. Jelenleg minden ellentétes híreszteléssel szemben a halaknak a végjátékában vagyunk. Más kérdés, hogy már rajta átömlik-e. Jó, régen. A bizonytő, de ez egy külön kérdés. Tehát a lényeg az, halakkal szemben mit tapasztalunk? Milyen állatövi egy tulajdonság? Szűz. Na most testet ölteni ebben a világhónapban,
szűzön keresztül születünk, nem tudom értető. Tehát nem csak Jézus, aki ennek az egész világhónapnak a jellegadó. Hát szó szerint isteni megtüstetesülés, hanem mindannyian szűzön keresztül. Akarjuk, nem akarjuk. Mert a testetöltés ebben a világhónapban mindig a szűzön keresztül történik. Na most, ha én azt mondom, hogy itt szépen ilyen katonás rendben vagyunk ültetve. Ilyen irányban is katonás rendben. Ezt tetszik, hogy minek a rendje? Ez a szűznek a rendje, amelyik csak analizálni tud, csak sorba rendezni, minőségérzékelése a nullával azonos, és ezért van az, hogy fokozatosan minden, ami minőségérzékelést és szolgálatot igényelne, fokozatosan visszafolytódik. Minden mennyiségben fejeződik ki, és ennek csak egyetlen jele az, hogy pénzben fejezünk ki dolgokat. Tehát, hogy a pénz után, azért nem a pénz az érdekes, hanem hogy egy abszurditásig vitt, egy ad abszurdum vitt szűzmentalitás. Nem tudok másba gondolkodni, csak mennyiségben. Most tessék egyszer csinálni egy ilyen hát rövid vizsgát. Mondjuk egy héten belül minden csatornán, hát van most éppen elég, hát csatorna lé, ömlik is ránk bőven. Tehát a lényeg az, hogy megnézni, hogy a híradókban minőségről esik-e szó, viszont mennyiségről milyen százalékban. Tehát egyszerűen elképesztő. Olyan esetekben, amikor egyedül a minőségnek volna jelentése. Mennyiség. És amikor nagyon-nagyon dicsekedni akar mondjuk bárki, akkor kifejezi, hogy például itt hányan voltak. Nem tudom, érthető. Tehát itt mondjuk 25-en voltak, tehát akkor egy középszerű előadás. Nem tudom, érted? A másiknál 50-en voltak, akkor az egy jobb előadó. Nem tudom, érted? Semmi nem fejeződik abból, hogy ténylegesen milyen minőség, vagy egyáltalán nevezhető minőség. Semmi. Azzal, hogy a számosságot hozzárendelte, megoldotta a kérdést. Na most, már amikor én tanultam a művészettörténetet, már a minőségnek gyakorlatilag nem volt értéke. Évszám mikor készült? Hanyadik gyerek volt, valamilyen más összetevőben, mekkora a kép természetesen. Tehát csupa olyan adat, aminek tulajdonképpen legfőjebb áttételesen van köze, de magához a minőséghez gyakorlatilag semmi. Jelenleg ez tombol, a szó legszorosabb értelmében tombol. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én a nyilas szellemiségnek találom, hát nyilvánvaló, hogy a vele szemközti fogja a testet. És az micsoda? Az az ikrek. Tehát először a magyar ezen a néven, a történelemben egy ikerpár egyik tagjaként jelenik meg. Miért? Mert ilyen szellemiség hatalmas energiákat hoz be ide. Ezt egy ember, ha akarná, akkor se tudná maradéktalanul hasznosítani, hanem vagy szétvágná őt, vagy pedig kénytelen kettőben szétoszlani. Akkor tud, de csak akkor, ha ez a kettő egymás segítve érvényesül. És ha ezt az energiát nem magának köti le, hanem továbbadja. És ez mind a kettő rendkívül fontos. Tehát tessék megnézni, a világ ebből mit ért meg? Tehát ha bármelyik más állatövi jegynek, tehát állapotszerűséghez köthető tulajdonságok ennek, annak a képviselőjét mondjuk legyen az francia, de akár legyen egy angol. Ezeket egyébként mind a helyükre lehet tenni, sőt önmagukat vagy mások őket már rég helyükre is tették. Majd talán lesz két szó erről is, hogy hogyan, de a lényeg az, hogy meglátja ezt a képet, először semmit nem tud vele kezdeni. Tehát nekik már egyiknek sincs képírásuk. Tehát képírás innen számítva mondjuk a kínai tengerig elég sok helyen fönnmarad, de a legtöbb helyen már másként tanítják őket. Hát őket általában az orosz köpönyeg alatt, vagy a kínai alatt. Egyik alatt sem tud egy lépést se tenni a képírás felé. Ehelyett, vagy ezzel együtt, meg állandóan onnan veszik a tanulnivalót. Tehát nekünk is, ha valahol nem tudom igazolni, hogy Franciaországban, vagy Németországban, vagy Svájcban, vagy bárhol, vagy most már Amerikában képeztek ki, akkor akár nem meg se szólalja. Tehát ez egy döbbenetes dolog, hogy azt a tudásnak álcázott információ, hát hogy mondjam én,
dömpinget, azt erőltetik ránk, amelyekkel garantáltan nem lehet megközelíteni a mi nemzeti műveltséget. Garantáltan. Tehát nem úgy van, hogy még nem sikerült, nem is lehet. Se nyelvileg nem képesek rá, mert ez nyelvhez kötött, vigyázat. Tehát ezt nem lehet, hogy mondjam, egy flektáló nyelvvel, de nem lehet egy olyannal se, amilyen a kínai, ami aztán nem a flektálók közé tartozik. Nem lehet megközelíteni. Hát azért tessék végig gondolni, hogy nálunk a ragozás, meg a képírásban a rügyezés, ez ugyanazt jelenti. Tehát amikor egy inda elindul és elkezd rügyezni, az azt jelenti, hogy ragozódik a szövegre. Na most tessék ezt lefordítani. És ez annyira átfogó, tehát nem arról van szó, hogy van egy-két ötletem, azt itt elpuskázom, hanem arról van szó, hogy itt egy rendszer működik. És ezt a rendszert, ha én 2-3 ponton megbontom, akkor sajnos már az összefüggések nem fognak jelentkezni. És ezt a megbontást, ezt elkezdték a 19. század közepe táján, mégpedig akkori kormányprogramként. Tehát a szabadságharc leverése után az önkény uralomban kidolgozták a módszertanát. És felszabadultunk ugye 67-ben, Magyar Királyság van már. És onnantól kezdve önként és dalolva bevezettük azt, ami a gyilkolója a magyar nyelvnek. Tehát aminek van egy belső rendszere. És hát én azt akarom, hogy ne működjék. Mit csinálok? Azt, hogy az összetartozó hangalaki és egyben a tartalmi összefüggést jelölő szavak közül, ez német kölcsönszó lesz, az szlovák kölcsönszó lesz. Erről nem tudjuk, tehát kijelentjük, hogy ismeretlen eredetű, és ami a legprimitívebb állapotot idézi, na az lehet a mi ősnyelvünk, illetve a neki megfeleltetett, mert nem felel meg neki, de megfeleltetett obi-ugor nyelv. Tehát ez csak azért kell, hogy tudjuk, mert nehogy már azt higgyük, hogy ha két nyelv, vagy két szó mondjuk egy nyelvben feltűnően hasonlít egymásra, akkor abból bármelyik is lehet magyar, és a másik az átvett. És ennek nem nyelvészeti alapja van, mert én másik szakom az magyar szak, tehát ezzel nem lehet kukoricázni. Tehát mi ezeket tanultuk 5 évig. És ez azt jelenti, hogy már ott kiderült, ez az első évben már kiderül az egyetemen, ha rákérdezek, ha merek rákérdezni, hogy tudom, milyen alapon mondja, mert arra ugyan a világ, milyen alapon mondja, hogy az asztal szavunk az asztalból származik. Hát miért nem fordítva? Na most akkor jó, körülnéz az illető, és legközelebb már nem fognak tudom, hogy beengedni. Tehát ilyeneket nem szabad, és utána, ha az ember nagyon erőlteti, akkor már azt mondja, de ide figyelj, és miért ezt kérdezed? Hát ez nem nyelvészeti alapon van kimondva, hanem történeti alapon. Hogy amikor ide beverték a besenyők, remélem ismerős a szöveg, beverték ezt a primitív félállatbandát, ami mi vagyunk, ugye? Akkor hát ez hogy képzeled, hogy ennek kultúrszavai lettek volna? Tehát minden, ami egy bizonyos szintet meghalad, azt csak átvehettük. Nem tudom, érthető-e. De már eleve, amikor mi onnan a tajgából, hát én jártam közöttük, a obmentiek között, tehát a hantiknál, hát onnan nem lehet délre lejönni. És ez pont egy mansi, tehát közéjük, a másik nyelv ugye az a mansi, a hanti. Hát ők maguk mutatták ki, soha nem volt a történelemben a tajgavidékről népmozgás lefelé. Miért? Mert nem teheti meg. Tehát oda csak fölszorulni lehet, és annál mindig erősebb az alatta lévő. Ennek az egész története már teljesen kész van, tehát ők maguk írták meg, ők maguk publikálták, részben orosz nyelven, hát részben mióta már szabad külföldi nyelveken, részben angol vagy más európai nyelveken. Tehát a lényeg az, hogy itt nem arról van szó, hogy nem tudunk tényeket, hanem jobb, ha befogjuk a szánkat. Hát a fenének jobb. Kinek jobb? Tehát itt vigyázzunk, mert teljesen meg vagyunk vezetve. És itt azért, ha már, sok idő lesz már, tehát ha már ilyen alapkérdés szintén lejöttünk, azért azt nem árt tudni, nem tegnapi bölcsesség, és sajnos dokumentumok vannak róla, csak iszonyúan nagyot szabad hazudni. Tehát ez nem tegnapi, hangsúlyozom.
Na most, amit nekünk őstörténet címében van, ez annyira hazug, de annyira, hogy egyszerűen elhisszük. Tehát ennyit nem lehet hazudni. Tehát amit Trianonban például véghez vittek a világgal, nem csak velünk, hát az akkora aljasság, hogy egyszerűen nem hiszik el a többiek. Nem, ez beszél az ember, hogy még elfogulatlan, vagy viszonylag elfogulatlan külföldivel, akármilyen. És azt mondja, hogy ez nem lehet igaz, tehát itt valamit túlzol. Szóval akkora hazugság, hogy föl sem merüljen bennem, hogy ez nem lehet igaz. Másodszor is meg mi olyan szintig hazudnak, vagy olyan irányban hazudnak, hogy én nem tudom, ha megfordítom, nem tudom megtalálni az igazságot. Mint említettem, az igazság nem szemben van a hazugsággal. A hazugság mindig lóugrásszerűen van. És én nem tudom, hogy hol ugrotta ezt a ló. Tehát én abból indulok ki, hogy ez az iszonyatos hazugság, hogy ez egy igazságos béke volt. Érthető? Hogy annak akkor most teljesen minden tekintetben az ellentettét veszem. Nem így van. Hanem elindulok afelé, és közben pedig ők már valamelyik ponton rám erőlegesen kitértek. És nem tudom melyik ponton. Tehát ahhoz végig kell az egészet járnom, mindenütt mind a két oldalra figyelnem. Hát nem tudom, vesszük-e észre, hogy jelenleg elég jól, hát azt, most ezt mondjuk végighallgatják, egyáltalán bírják, tehát akkor azért nagyjából kijelölődik, hogy tulajdonképpen mondjuk én hol látom a múltunkat, és ennek megfelelően a jövőnket. Mert nyilvánvalóan annak a meghosszabbítása lesz a jövő. És akkor látjuk, hogy gondolom, hogy ezt nem csak én tudom, hogy minden ajánlat, amit párttól kapunk, az nem ezt az irányt jelöli ki, hanem erre egy merőleges irány. Ez tőle jobbra, ez tőle balra, és lőjetek egymásra. És ez régebben ugye úgy hangzott el, hogy itt vannak a párthűek, és itt vannak, amit tudom én, a nem párthűek. De annak is valami nevet adunk. Tehát itt vannak a vörösök, ott vannak mondjuk a zöldek. És akkor legyenek a zöldek mondjuk nyilasok. De hát, és akkor itt vannak a kommunisták. Ez ma már nem játék. Hát először is hát a legvadabb kommunistákból lettek jelenleg a leghangosabb magyarok. Na most a másik viszont az, hogy nem volt jó. Jó, akkor az legyen innen idáig katolikus, innen idáig református. Tessék egymásra lőni. Akkor ez se válik be, az az ember általában gondolkozik, vagy szeretem, hogyha gondolkozni lehet. Akkor legyen ez fradista, ez meg legyen, mit tudom én, MTK-s. Tehát mindig megtalálni, amikor már látom, hogy már egyetértem, már belátták, hogy én szándékosan hülyítem őket. Abban a pillanatban megjelenik. Két magyar ne értsen egyet. Miért? Azért, mert akkor rátalál saját magára. Na most, ha én ebben észreveszem azt, amiről eddig beszéltünk, akkor azt is észreveszem, hogy eddig tud követni bennünket a tudományos világ, aminek a hangadói nálunk se a magyarok. Tehát ezt azért teljesen tisztán kellene látni. Tehát ez nem olyan dolog, hogy ne lehetne jó szándékkal is valaki akadémikus, hanem arra, hát nyilvánvalóan nálam sokkal jobban tudja, hogy nem az a hangadó. Én most nem akarok semmi további szűkítését a fogalmaknak, de azért lehet tudni. Tehát ellenünk írják a történelmet, ezt nem lehet ennél finomabban kifejezni. Ezt úgy szoktuk kifejezni, hogy nem a történelmünket írják meg, hanem írnak nekünk egy történelmet. Nem tudom, érthető-e. Ilyenkor mindig bejön ám egy zaj. Tehát ez nagyon jó van megszervezve, mert mikor a legfontosabb dolgokhoz érek, akkor jön be valami. De ennek vannak még ennél szebb dolga is, mert ha ez véletlenül leállna, akkor itt fölöttünk, nem tudom mi van fölöttünk, megszólalna egy beat zenekar, de teljes erővel. Tehát ez kipróbál dolog. Ha az se vágna, akkor egy repülő itt fog landolni. De még járatja a motorja. Na most, tehát eddig tudnak követni. Hát jelenleg hivatalosan tulajdonképp csak Szent Istvántól szabad. Tehát ha megnézték annak idején, hogy a magyarságnak, mikor Európába bepofoztak bennünket, akkor kellett egy ilyen önarcképet hát festeni magunkról, mint ahogy mindenkinek. Hát a legkevesebb, hogy a Csehszlovákiának, aki akkor nem, azt hiszem már akkor nem létezett, akkor mondjuk Szlovákiának. A múltja az messze vezetett a múltba, nem a miénkkel együtt, hanem egyszerűen a saját. Vagy például a románoknak, ugye a dákokon keresztül.
Nekünk a legnagyobb meglepetésen még csak nem is Árpádig engedélyezték. Nem, Szent Istvánig. És akkor Szent Istvántól, na jó, akkor lehet ez a tietek, kicsit itt kalandoztatok, kicsit itt is. Igen, és utána eltüntetek. Vége a magyarnak. Ha korábbi történelmünkre is rátekintenek, azt mondja, itt indult a szkíta, eljutott idáig, megszűnt. Utolsó szkíta is írtódott. Na most az ember ugye elgondolkozik, hogy hát amikor Napóleon ellen toboroztak, és az akkori kiváló költők, de a legkiválóbb költők írták a bátorító verseket. Többek közt az én egyik ősömnek is, aki inzurgensként ott volt. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy a szitja ősökkel biztattak. Nem Józsué valaki, hát milyen hőstetteket, de nem is az indoeurópai, nem tudom, hogy kikkel, nem Nagy Károllyal. Szitja ősöke 1900-as év, de bocsánat, 1800-as évek elején, 19. század. Szóval ez nem úgy van, hogy egyszer valaki kitalálta, aztán egy jókai ezt szépen megzenésítette, és akkor ezt azóta fenét. Tehát ne felejtsd ki, Anonymousnál már, hogy hívják, Kijev alatt még be se jöttek a Kárpát-medencébe, és már álmos a szitja ősöknek a példáival biztatja a magyarokat. És elmond konkrét példákat, hogy egy Dáriuszt hogyan futtatták meg, és itt van. Tehát nem úgy van, hogy egy ilyen mitikus népre hivatkozik, történetileg a szkítákra. Tehát addig teljesen egyértelműen vállalja a folyamatosságot. És hát ugye a harmadik Béla korára szokták tenni az Anonymous-t. Na de hát először is nem biztos, hogy akkori, de mindegy, akármelyik Bélára teszi. Mindenképp azt jelenti, hogy odáig azért mondjuk a szkítáktól elég nagy a távolság. Tehát ez azt jelenti, hogy ez bizony több mint 1000 év. És itt akkor miért nem szabad itt hagyományról beszélni? Miért nem szabad? Hát mitől változtatta volna meg? Tehát ez azt jelenti, hogy itt elvesztenek bennünket. És hát ott még bizonyos jelek még hát mutatják, hogy azért valami csak lehet, de semmit nem számít már a történelemben. Mármint a szkíta. Igen ám, csak hogy amire őnekik nincs rálátásuk, mert nincs ilyen modelljük. Az, hogy belül elindulnak egymás felé. Tehát itt most a testetöltés az ikresedés szintjén történik. És csak egyetlen egy ilyen pár legyen, amelyik a másik rovására akar érvényesülni, abban a pillanatban bedugul ez a vonal, amely egyedül vezet ennek a folytatásaként a feltámadásig. Na most, ha ezt nem tanuljuk meg, akkor mit fogunk megtanulni? Tehát pontosan abban áll az ikrekségnek a lényege, hogy én soha semmilyen ürügyön a másik rovására nem teszek semmit. Csak a másik ért harcolok. Tehát ennek a harcnak két győztese van. Nincs vesztese, és mind a ketten, de csak ketten tudják, tehát más nem érti, hogy miről van szó, akkor miért harcolnak? Azért, hogy a másikban rejlő tulajdonságok manifesztálódjanak, tehát kibontakozzanak. Mert ezek egyébként rejtve maradnának benne. Tehát én érte harcolok, ő értem harcol. És ezért van az, hogy az elején mindig a tiszteletadással kezdjük. Addig, amíg a tiszteletadást meg nem tanultuk, nekünk még én kardírvásban jeleskedtem még gimnáziumban, amíg azt meg nem tanultuk tökéletesen, addig nem volt szabad még beállni sem. Tehát ez azért nagyon fontos kérdés, mert itt, ha ezt meg nem tanuljuk, ezt próbálják naponta, óránként valahogy szétven forgácsolni, és belőlünk kettőnkből, hunorból és magyarból Káint és Ábelt csinál. Mert az viszont nem ikerpár. Az a halaknak a kettőssége, amivel szemben a szűz van, nem véletlen, hogy az egymás letiprása pont most ebben az időegységben vált egyetemes programmá. Mert a káini program az hogy szól? Úgyhogy legyél óvatos, tanuld meg időben, ki lehet jobb nálad, és azt azonnal írtsad ki. Mire tanítják már az óvodáskortól a mai gyerekeket? Semmi másra, csak erre. És az, hogy állandóan versenyképesek, minek versenyez, te idiót? Minek? Hát én segíteni akarom, hogy nem versenyezni vele. De én a már az óvodában meg kell tanuljam, én csak a másik rovására lehetek sikeres. Nem tudom, érthető?
És nincs más program, nincs más, hogy mondjam, vezérelv. Na most, ha ezt meg nem tanuljuk, de úgy, hogy álmába, háta mögött le tudja rajzolni valaki, és azt szerint éljen, hát akkor én attól elbúcsúzom, mert én nekem Káinhoz semmi közöm nincs. Tehát ne felejtsük el, Káin az csak egy bizonyos ideológiai vonalon az emberiségnek az ős, hogy mondjam, képződménye. Nem, óriási tévedés. Az az egyik vonulatnak az ősképe. És ennek a vonulatnak a pontos megfelelő ősképe, hát az a Romulus Remus kettős. Mert az viszont a hunor-magyar kettőshöz semmi köze nincs. Tehát ez azért, hogy mondjam, érthető azonnal, hogyha ebben a rendszerben gondolkozunk, tehát egy kozmikus hátterű rendszerben, mert rögtön megérti az ember, hát Káin és Ábel nem azért kell, hogy egymás ellenében működjön, mert, mit tudom én, rossz napja van Káinnak, hanem azért, mert kevés az energia. Tehát ez a halakban esedékes egy évkörben. Miért? Mert ott a legkevesebb az energia. Tehát ez azt jelenti, hogy csak a másik rovására tud tovább menni. És egyedül az a nagy probléma számára, hogy idejében észrevehetje, hogy a vele azonos csoportban melyik a legjobb. Tehát azt kell először kiirtani, majd utána keresi a többit. Igen, ám csak egyet nem vesz figyelembe. Ha én mindig a nálam jobbat írtom ki, akkor ezzel az emberiség emelkedik, vagy leépül. És ma mit tapasztalunk a világban? Itt van elképesztő mértékű leépülés, de elképesztő mértékű. Tehát ha erre valaki jön, de hát a kultúra a csúcsán vagy, először is álljunk meg. Az nem a kultúra, amire hivatkozol, az a civilizáció legfőjebb. Mert kettőnek nagyon-nagyon-nagyon kevés köze van egymáshoz. Tehát egyáltalán nem okokozati a kettő. Tehát az egyik megvan, nem biztos, hogy a másik is megvan. Különösen a civilizáció esetében a kultúra. Na most én kicsit fölírtam valamit, azt vagy megtalálom, vagy nem, mert ezt szeretném felolvasni. Már csak azért, hogy készültem. Következők, hogy ne úgy vegyük, hogy most itt valaki dühöng, mert nem találta meg a maga, hogy mondja, karrierjét, és ezért most csúnyát mond a maga koráról, mert szokták mondani. Ez egy jó szöveg. Hanem mik az ismérvei? Ennek a Káini, hát nyugodtan kimondhatjuk, jelenleg Káini korszakban élünk. Ha valakinek ez mondjuk nem tetszik, akkor mondja, hogy Romuluszi korszakban. Teljesen mindegy, mert ugyanarról beszélünk. A kettőnek semmiféle különbsége nincs egymáshoz képest. Még csak azt sem mondhatom, hogy a Romuluszi az egy erőszakosabb. Nem, ugyanazt csinálja. Na most itt a következők egész egyszerűen lecserélődnek értékek az életünkben. És ezt egy bizonyos sorrendben próbáltam rendezni. Hát az első az, hogy... Csak innen... Hát az nem csak melyik az első, igen. A tények helyett jelenleg a tájékozódásunk vezérei nem a tények. Semmi közünk nincs gyakorlatilag tényekhez, hanem a hírek. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy nem média uralom van, az már menjen haza. Akkor az teljesen bedugult agya. Tehát egyértelmű, na jó, de önmagában a média nem lenne hatékony. És a kettő ezzel a másikkal, amelyeket mindjárt mondok, együtt is születik. És lépésről lépésre tudjuk a történelemben, hogy mikortól vált egyeduralkodóvá. De ahhoz mellette a banknak létre kellett jönnie. Ez pedig a minőség ellenében véglegesített mennyiséguralom. Most ez a szűznek az alaptulajdonság. Ebben a korban, hogy ne gyűlölködjünk, ne csodálkozzunk, hanem próbáljunk már tájékozódni. Most ebben élünk. Tehát hiába szidom én a bankot, persze, hogy minden igaz, amit róla rosszat elmondanak. Semmi értelme nincs. Most ennek ez a testiség szintjén, tehát a közvetlen megvalósás szintjén, ez a műfaja. Na de a kettő egymás nélkül nem sokat ér. És akkor lapozzunk vissza a történelemben. 16. században vagyunk, picit még menjünk vissza, 15. második fele, hát ezt mi reneszánsznak nevezzük. Na most minek a reneszánsza? Mert ezt meg nem illik feltenni. Vagy ha igen, akkor egy ilyen formális választ adnak. Humanizmus az felé az írásos hagyományát az ókornak. A képzőművészet az pedig a
képzőművészeti hagyományát. És hát ezzel a sötét középkornak vége. Na most, én ebből két mozzanatot kiragadok. Az egyik, amikor erről a korszakról beszélünk, nem lehet megkerülni a reformációt. Ráadásul ugyanaz a re, az, amit valami vissza, ugye latinul. Nem egészen ugyanaz, hogyha én reneszánszra, persze ez már a francia alakja, tehát újjá születésről beszélek, vagy reformációról, tehát újjá alakításról. Mert a reformáció első hirdetői, és ezek nem azok, akiket mi tanulunk, tehát azért most nem akarom részletezni a kérdést, de a lényeg az, hogy lényeges a kérdés. Tehát mit akar mondjuk Magyarországon, mit akar reformálni egy magyar református lelkipásztor? Honnan tudom meg? Hát tízezres nagyságrendben ott vannak fölöttünk a kazetták. Olvassa valaki? Senki. De sehogy, és ha megtudják, hogy én olvasom, hát azt ne tudják meg. Majd csak tessék rákattintani az internet, azt majd megtudják. Tehát hihetet egy beszédes, óriási képnyel, és azon egy hatalmas vallomás. Na de az nem az első zsidó keresztény gyülekezeteknek a hitéletét újította meg. Semmi köze nincs. De nem is Calvinét. Bocsánat. Egyetlen Calvin idézetet se lehetett kapcsolatba hozni, egyetlen kazettával se. És a református egyháznál jobban nem utálják ezeket. Miért? Mert a gyerek megkérdezi, hogy mi mit jelent, és nem tud rá válaszolni. Miért? Mert hol képezték ki? Minél jobb, annál inkább külföldön. Tehát a moszkvai káder fogalma eredetileg utrechti káder. Nem tudom miért, tehát és ma is ott képezik ki őket. Ott, ahol már nyoma sincs szerves műveltségnek, népművészetről egyáltalán nem lehet beszélni, legfőjebb a Fríz-szigeteken valahol, amit ők maguk is lenéznek, és egyáltalán nem kerül bele a tananyagba. És abban az életkorában fertőzik vele agyon a magyar tanulót, amikor az a legfogékonyabb lenne a saját értékekre. Tehát, hogy érthető legyen, nem ma és nem az SZDSZ-szel kezdődött a magyarság módszeres, aljas írtása, szellemi értelemben. Nem azzal kezd. Ennek megvan a maga múltja. És ha ez az előbbi kettősséget, tehát a bankuralommal és a médiauralommal összefüggésbe akarom hozni, hát azonnal látom. Ennek a legpontosabb, legdirektebb, mert rengeteg adat van rá, a bizonyító anyag az pont a vallásháború. És akkor az ember megnézi, hogy tulajdonképpen mi folyt itt a vita. És akkor rájön az ember, hogy hoppá, eljutunk 1513-ig. Történik egy pápa választás. És akkor a világ, tulajdonképpen az akkori világot ott igazgatták, még akkor. Hát tulajdonképpen sok tekintetben ma is. De lényeg az, hogy választhatott vagy egy magyar gyökerű, hát ugye ez, tudjuk, Bakócz Tamás volt, és akinek hát bizony az édesapja, az nem innen-onnan szalajtott valaki volt, hát ez egy kádármester volt. Kerékgyártó, hogy egészen pontosan fogalmazok, nem kádár. Tehát a lényeg az, hogy és onnan jött fölfelé. És a helyzet az, hogy itt most tényleg választhatott a világ. A másik pedig egy Giovanni Medici nevezetű bankár csemete. Na most, az egésznek a lefolyása döntően fontos kérdés. Ki volt ez a Giovanni di Medici? A választást most nevezzük így, tehát a pápa választást megelőző héten még felszentelt pap sem volt, de már bíboros volt. Na most itt lehet látni, hogy azért erre az egyházra akkor nagyon ráfért bizony a reformálás. Bármilyen tekintetben. De azt hiszem három nappal a választás előtt felszentelték. Egy napra rá, mint egész pontosan van dokumentálva, egy nappal előtte püspökté avatták, és a harmadik napon pedig pápává választották. Most utolsó esélye volt
az egyház által kormányzott világnak, hogy valamit még a Krisztusi erkölcsről megtanuljon. Na most ezt tudni kell, hogy ezzel egy olyan bankárgyerek került a világ szellemi irányításának a központjába, aki egy kettős rendszernek az egyik tagja volt. Addigre a Medici bankház már az összes többi bankházat, amelyeket mindegyiket tudjuk, tehát név szerint lehet idézni őket, mert én művészettörténészként ezekkel mind találkozom, mert mindegyik építetett magának emlékkápolnát, mindegyikbe híres festővel festetett, és mindegyikre érdekes módon már nem képjelekkel festetett, mert azt nem tudta volna olvasni. Hanem már minden ábrázolás, tessék nekem pontosan megmondani, hogy ez most mit jelent, miért van itt, és így tovább. Tehát a szociál ott indult, nem tudom, értető. Tehát ne beszéljenek rébuszokban, nem tudom ellenőrizni. Hát a szociálnak ez volt az egyetlen parancsa. Tudjuk, mi volt ez, a szociálista festészet. Ami azt jelentette, hogy megfogalmazva, de ez publikált is az anyag, tehát ez nem olyan, hogy én találom, hogy formájában nemzeti, tartalmában szocialista. Olvassuk egybe, nemzeti szocialista. Nem tudom, érthető. Tehát annyira idióták, illetve annyira bíznak benne, hogy mi idióták vagyunk, hogy nem is gondolnak rá, hogy tulajdonképpen a zsdanovi, hogy mondjam, elvárások, hát azok nemzeti szocialista elvárások voltak. A szó legszorosabb értem. Tehát megint emlékezzünk rá, mit mondtam, csak nagyon nagyot szabad hazudni, és csak nagyon hülyének szabad mutatkozni. Mert akkor elhiszik. Hát ez már tényleg olyan, hogy az ember szerintem nem érted, hogy mit mondtál? Mit érdekel? Na most, még mindig a hit, mit tudnék, most döntő ponton vagyok, már mindjárt jöhet a zaj. Tehát, mert a másik oldalon, tehát kettős rendszer egyik tagja a Medici bankház. Az a Alpoktól déli világnak, hát ami akkor azért a meghatározó volt, egészen idáig, eddig a pontig, és annak a korlátlan ura, aki erről nagyon részletesen írt, és nagyon jól írt, az a Tóth Zoltán József volt, hát aki állítólag meghalt. Hát így halnak ezek az emberek. Na mindegy, szóval minden esetre idejében halt meg, hogy még nem tudta az igazán terített betlit. Letten pedig meg volt a terített betlit, meg is lesz. Na tehát lényeg az, hogy rengeteg adatot tettük közé. Na most a lényeg az, hogy ennek volt egy ellenpontja az Alpoktól északra. És az hol volt? Augsburgról nem hallottunk? Fuggerekről nem hallottunk? Na most, lehet, hogy leírt, de még ha nem leírt, akkor is alkalmazott szabály volt kettőjük között, hogy az összes pénz, ami begyűjthető bármilyen eszközzel, az Alpoktól délre, az mind a Medicieké. Ami az Alpoktól északra, az viszont mind a Fuggereké. Csak hogy a Mediciek nem gondoltak arra, hogy meg fog nőni a világ. És a Fuggerek... idejében észrevették, hogy az a sötét ló, amelyik most be fog futni, az a Habsburg. Miért? Mert kellően degenerált, hogy a háta mögött bármilyen gazemberséget végre lehessen hajtani. Nem a Habsburg. A Habsburg a maga degenerált voltával. Mindennek nevet tudott adni. És döbbenetes. Tehát ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy 5. Károly, német-római császár lett, hogy ez mibe került neki, ez egy más kérdés. Tehát, mert hát ezek mind dokumentált tények. És most az egész történettudománynak a fővonala, hangsúlyozom, a fővonala, az ezeknek a szétkenésével foglalkozik. Hogy piszticsári lényegtelen tényekkel lefedjék azokat, amik viszont nagyon-nagyon árulkodó tények lennének. Tehát a következő van, ugye erről az 5. Károlyról híresedett el, és tanultuk is még annak idején, még gimnáziumban, hogy azt mondja, a birodalmában soha nem ment le a nap. Miért hazudt? Fuggereknek a birodalmában nem ment le soha a nap. Miért nem így mondjátok? Mert akkor látnánk, hogy ma is ez történik, csak most itt a Világbanknak nevezik, vagy mit tudom, IMF-nek, vagy egyéb. Semmi nem változott. Tehát ha valaki nem ismeri meg a hiteles történelmet, hát azt úgy vezetik orránál fogva egyik választástól a másikig, ahogy akarják. És az megérdemli.
mert hozzáférhetők az adatok, ne légy lusta. Az egész média azon dolgozik, hogy legyél lusta. Tehát, hogy töltsd ki a 24 órádat idiotizmussal. Ilyen játékkal, olyan játékkal, izgis, egy kis szexis lesz benne. Szóval mindennel, ami az érzékeket ingerelheti. Tehát elvonja egy munkát igénylő, keményebb időtöltést. 24 óra kitöltése a szeméttel, én csak úgy nevezem, hogy a csatornalével, na ez a média feladata. És meg kell mondjam, hogy elismerésre méltóan teljesíti a feladata. Tehát én erre mondtam most, elnézést, de ezt így kell fogalmaznom, hogy vannak dolgok, amiket jól csinál például az akadémia is. Vannak. Most nem azért mondom, mert itt van a képviselők, de van. És például a magyar talanítást azt bizony nagyon jól csinálja. Tehát a legkitűnőbb módszerekkel. Tehát ha az ember úgy tényleg lépésről lépésre tudja követni, mondjuk az 1849-től, mert az egy ismert dátum, hogy hogyan, tehát az, amit Széchenyi várt az akadémiától, és amire áldozta a vagyonának megfelelő részét, hát nem, hogy az nem történik, nagyon pontosan kijelölte azt az utat, amit minden lépésnél keresztbe kell lenni. Tehát, ha én magyar talanító akadémiának nevezném, azt mondanám, hogy azonnal megtapsolom. Mert ezt profi módon csinálják. És nem csak a humántudományok terén, hanem a műszaki tudományok terén is. Tehát vagy leszívják, tehát azt jelenti, hogy én olyan bíráló bizottságot nevezek ki, hát aki két pillanat alatt kijuttatja, vagy Kínába, vagy Japánba, vagy Egyesült Államokba. Vagy pedig egyszerűen befolytom, ha az az érdekeimnek ellen mond. És nem. Hát én tudnék volna saját példámból is. Olyat, ami teljesen egyértelműen közhasznú, és nem. Nem konvergens, vagy mi van erre egy szakkifejezés. Na most csak, hogy van-e szakkifejezés erre, hogy kompatibilis, köszönöm szépen. Ezekkel szerint már ugye utasított vissza, ilyet? Nem. Mert nekem már utasítottak vissza. Nem kompatibilis, tökéletesen, nem kell semmit, nem kell indokolni. Ez egyetlen szó. Na most, tehát akkor ez a kettősség, azt hiszem, most már követhető. És akkor mi történt, ha egy Medici, mint bankházi, megneszeli, hogy itt azért gond lesz a jövővel, mi az első tette, mikor pápa lesz? Hát a pápai bullák, de hogy a bullák, a búcsúcédulákat átdobja a lapokon. De mi a másnap már kiadta a rendelkezést. És még ráadásul nem eszmélt föl rögtön a fugger, mert még ők segítették ezeket eljuttatni. Tehát ez megegyezésszerű. Hát ők úgy gondolták, hogy együttműködünk, és hát érvényben van. Nincs érvényben. Nincs érvényben. Tehát ez azt jelenti, hogy ameddig nem közénk való az ellenfelem, addig azt csinálok, amit akarok. Igen, ám, de amikor az utolsó ilyet is már kinyírtam, akkor már a másikat se veszem el komolyan. És akkor már nincs olyan, hogy ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Olyan hamis tanúbizonyságot tesz, amilyen jól esik. Ami az érdekeit szolgálja. Tehát nem igaz, hogy az csak ellenünk van kidolgozva. Igen, első menetben. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, ugyanis innentől kezdve az egész Európát, majd innen a világ sorsát, ez a kettősség határozta meg. Tehát ez mit jelentett? Azért a fuggert nem ejtették a fejére. És látta, hogy hát itt dől a pénz az alpokon keresztül a Medicihez. Csak most búcsú céduláknak az ára. Megfizettetik az üdvözülésen. Nem tudom, érthető-e. Hát ez már akkora őrület, hogy az ember azt mondja, hogy már kitalálni se lehet. Látjátok? Így kell hazudni. Tehát megvásárolhatod a lelki üdvösséget. És nem rájuk fogod. Igen, ez biztos a reformátor fog. Dehogy is. Hát minden dokumentál. És ráadásul nem is volt még reformáció. Tehát ez azt jelenti, hogy hát mindez 13-ban történt, azt meg tudták tenni, hogy ne maradjon talpon Bakóc. Miért? Hát mert ne felejtsük el, hogy Bakócot egy évvel korábban, tehát 12-ben már pápává választott. Érvényesen. Pízában volt az a egyház, hát nem éppen dicséretes tevékenységével egyet nem értő püspökök, ott egy zsinatot hívtak össze, és megválasztották pápának, erről megint egy hang nincs. De ez szigorú dokumentált. Ha
ha egyáltalán találkozunk ezzel a ténnyel, akkor a rákövetkező, tehát most már a 13-ra következő, én 14-ben, hogy lehetetlenné tegyenek egy újabb ilyet, kirobbantják akkor a számot. Mert teljesen egyértelműen kirobbantak. Szóval olyan mértékű igazságtalanság sorozat játszódott le, hogy ezt már egyszerűen nem lehetett. Nem lehetett másképp magasabb. És persze ki lett a bűnös, hát vakonszalás. És hát ez egy hosszú történet, de hát az az igazság, hogy nagy kísértés, hogy van történés itt a jelenlétben. Tehát az ember hát így valami, akkor már minden. Hát a lényeg az, hogy nem tudom mennyire sikerül, de tudom, nem felejtsük el, ez csupa olyan adat, ami egyrészt hát azért könnyen út ma már tényleg a Wikipedia és egyebek, ezek mind tények, azért ellenőrizhetők. De gondoskodni, hogy ne álljon össze. Tehát még véletlenül sem. Mert ebben aztán azonnal kiderül. Hát a Fugger mit tudott tenni? Hát ez egyetlen lehetőségem van. A legelégedetlen ennek, és lehetőleg ne olyan legyen, aki közvetlenül a pápának a alárendelme. Tehát szerzetes rendnek, valamilyen nagyon becsületes gondolkodású, de nagyon naív képviselőjét meghívja a Hunzburgnak. A Fugger család. Ott kint van egyébként az emléktábla, ahogy forgan a Fugger családnak a palotája. Tehát a döntő tárgyalás a pápa képviselője és Luther Márton, aki találtak Luther Márton között, azt ebben a palotában folytatják. Mai napig ott van az emléktábla. És néha szoktam vetíteni, mert azért nem árt, hogyha a tényekkel tényekként találkozom, nem véleményekként. És a lényeg az következő, itt minden mondat lényeges, ezek nem félre, hogy mondjam, kalandozások, a magyarsághoz tartozó alapkérdés. Tehát a pápának a képviselője nagyon jól látja, hogy hol van a luterizmus támadható pontja. Ahol, ha Luther széles látókorú, akkor be kell lássa, hogy itt egy gond lesz. És az mi volt? A Biblia teljes szövegének nemzeti nyelvre való lefordítása. Ugyanis korábban az Ószövetség teljes szövegállományában nem volt használva, hanem úgynevezett paralellizmusok szerepeltek, tehát ami a Jézus Krisztusi tanításban tételként önállósítható volt, annak kerestek valamilyen úgynevezett előképet az Ószövetségben. Most valaki nekem azt mondja, hogy az Ószövetségben megfogalmazott erkölcsiség az akármilyen rabulisztikával is folyamatként mellé tehető a Jézus Krisztus erkölcsének, azzal egy tudatlan hajadó egy szót sem. Semmi köze nincs, sőt, kifejezetten ellentétes, nem is csak ellenséges. Az hiszem. Most itt van köztünk Miklós vagy János több könyvében is. Ezeket az idézeteket szépen sorban rendezte. Én magam is akkor azt hittem, hogy ezekkel azért eléggé tisztában vagyok. Hát egyik álmodatban a másikást. Ekkorát hazudni, hogy ez egy folyamatosság, és hogy valóban folyamatosan folytatja a Krisztusi erkölcsiség. Az Ószövetség semmi köze nincs hozzá. És ennek egyetlen elég ismert példája, azt hiszem, hogy most vagyunk pont félnél. Jó mondom? 1-8 óra. Hoppá, csak 2,5 óra. Nem? Másfél. Nem is mi óra, másfél. Jó, jó, jó. Na, tehát... Még 1 óránkban. Hát azért lehet megkérdezni is. Tehát minden esetre az a messiás kérdés. És ezt viszont tényleg nagyon vegyük komolyan. Tudnék, ma bármelyik keresztény felekezetben, mondjuk ilyenkor az ember azért általában hozzáteszi, hogy az unitárius ne feltétlenül vegyük bele mindig, mert önálló Krisztus nem az isteni személyiség áldásának egyike, hanem csak emberként, nem csak, hanem nagyon nagy emberként, de nem számít bele az istenség testetöltésének a hármaságára. Tehát nem minden érvényes, amit én kereszténységre mondok, az unitárius is. De
honnan is kezdtük el ezt a mondatot. Tehát lényegesen esélyes lehetszik, köszönöm szépen. Tehát a mindegyik úgy tanítja, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Na most az ember elmegy mondjuk a rabbi képzőintézetbe. Hát itt alapkérdésről van szó. Tehát akár a portást meg kérdezni. És azt mondja, azonnal lehetünk, hogy hogy képzeled ezt? Hát a Messiásnak nagyon pontos meghatározása van az Ószövetségi anyagában. Tehát magában a proféták szövege anyagában is, meg hát a terjedek hozzáfűzött a misna, ami a hogy mindjárt a tartalomnak, a Tóra, a Tórának a népszerűs, tehát a szájanyományban fogalmat, és továbbra az ott része, meg hát a Talmud. És azt mondja, tudni kell, hogy a zsidóságnak meghatározó tényezben nem a Tóra. Megint egyenesbe idézhetem a kiállítól, a Zserad Menuhintól, hanem a Talmud. Tehát nagyon fontos tudni, hogy nem véletlenül nem olvashatjuk mi a Talmudot. Más kérdés, hogy én azt tudomásul veszem-e vagy nem, mert az meg az én jogom. Tehát bizony komoly nagy tételeket, meg másrészt meg ő maga is közül. Tehát ez azt jelenti, hogy a Messiás egyetlen népet, a választott népet, az összes többi fölé helyezi. Nem tudom, értető-e. Tehát a többi rovására érvényesíti a hatalom gyakorlását. Jézus ezt tette? Hát akkor ne haragudjon a világ, hát akkor én nem a kereszténységről beszélek. Tehát egyetemes megváltó. De én hiába mondom a portás úrnak, hogy abban te is benne vagy, hát az egyetemességből téged is megváltott. Csak engem váltson meg. Nem tudom, érthető. Mi az, hogy mindenki? Csak engem. Tehát ez a kizárólagosság, ez teljesen lehetetlenné teszi, már pedig ez a lényegéhez tartozik. Hogy én a Messiást akár csak egy napon emlegessem Jézus Krisztusra. Tehát Jézus Krisztus az egyetemes megváltó. És amikor virágvasárnapján, ugye az ünnepe az ma ugye a virágvasárnap, bevonul Jeruzsálembe, egy hatalmas tévedés fogadja, hogy ő személy szerint testi értelemben Dávid királynak a leszármazott. De hát nem az. Hát abban a pillanatban, ahogy én komolyan veszem a leírást, hát az csak Józsefig vezet, bocsánat. Hát Máténak az elején ott találjuk ezt a leszármazási tabon, ami aztán vagy igaz, vagy nem, az egy más kérdés. De a lényeg az, hogy Józsefig. De hát ha én azt mondom, hogy József test szerinti atya, akkor én nem Jézusról beszélek. Akkor én egy zsidó gyerekről beszélek, aki most vagy kell nektek, vagy nem kell nektek. Tehát semmi közön nincs hozzá. Tehát ezek azért fontos dolgok, mert iszonyú mértékig tévesztenek meg bennünket, és teljesen nyeglén, aljasul, gátlástalan. És ezt nem lehet szépíteni, de nem lehet azt mondani, hát azért nem kéne erős kifejezés. Miért? Én nem szemét támadok ezzel. Egyrészt nem támadok, hanem ismertetek, másik pedig egy tevékenységet, nem a szellem, a elvégzői. Viszont ezt meg kell tudni. És ezek azért rendkívül fontos dolgok, mert egy ilyen jellegű tanítás ellen, ha valaki, hát mondjuk vét azzal, hogy a Fuggerekkel szemben a Mediciek-nek a helyzetét felerősíti. Mit lehet csinálni? Megosztani. Nem tudom, érthető. Tehát megtalálja Luthert, meghívja, és akkor szépen egyeztetnek. Te engedsz ennyit, és kiderül, hogy vannak kérdések, amiben már nem lehet visszakozni. Túlságosan nyilvánvalóvá vált az egész mögött az özlet. És akkor mit lehet csinálni? Tulajdonképpen egyetlen kérdés marad, a magyar már régen nem kérdés, mert már beházasodtak a Fuggerek. Tehát ez azt jelenti, a Turzoknál már ott vannak a Fuggerlányok, és hát vagy a Turzó lánya a Fuggernél, és akkor mit csinál? Már az ezüstér mennek a felvidékre. Tehát ez azt jelenti, hogy mi már nem vagyunk probléma azot, és azért nem árt tudni, mi nem ma lettünk kis nemzet. Tehát nekünk ott vetették meg a, hogy mondjam, csak a halottas ágyunkat, és az maga az isteni csoda, hogy mi most nemhogy vagyunk, hanem jellegadóan vagyunk a világban. És ha a feltámadást egyáltalán a világ számára még föl tudjuk tételezni, az innen fog elindulni.
És ezt nem mi mondjuk itt is, tudom, elfogultságból. Hát egyszer gondoljunk bele, hogy kik mindenki mondtak már jóslatokat keresztény részről, a világ jövőjéről. És hát bizony nem csak magyarok. Tehát gondolom, hát a Pió atyáról gondolom tudnak, meg arról is, hogy az ő jóslata. A magyarnak nagyon kell tudni, hogy mi a feladata a világban, mert döntően fontos a feladata. Tehát a feltámadáshoz vezető út nem kerülheti meg a magyarságot. Na hát ennyit akkor, ezt nem árt tudni, én nem azt mondom, hogy ezt el kell hinni, meg kell ismerni. Mint ahogy, ha én a gazemberséggel találkozom, én nem azt várom el, hogy akkor adjunk a gazembernek egy nagy pofont, mert azzal leszálltunk a szintjére. De tudjunk a gazemberségre. Miért? Mert az értékeinket menteni kell. Ezt a pár mondatot is, amit itt el tudtam mondani, ez már olyan érték, aminek nincs megfelelője a mai világban. Értsük meg, nyelvhez kötött, és a nyelv nyomokban rengeteg helyen megvan a világon. Ezt is összegyűjtötték már. Megdöbbentő, hogy hány helyen. De így teljes rendszer szerű működésében nincs már meg. Tehát már kiestek belőle. Részben azért, mert a napi élethez már nem kellettek ezek a szavak. Tehát egyszerűen kimaradtak belőle. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mi gazdagodtunk az obiugorokhoz képest, hanem ők épültek le nyelvileg. Miért? Nincs szükség ezekre a szavakra. Hát ne felejtsük el, összesen kétféle foglalkozásuk van. A legutolsó időkig. A rénszarvas tenyésztés és a halászat. És annak a szóanyaga hihetetlen mértékben meggazdagodott, de csak annak a kettőnek. Már kultúrszavakra csak áttételes módon van szükségük. Tehát úgy, hogy hétköznapi szavakból mögöttes tartalmat olvasnak. Tehát, hogy érthető legyen, minden mozzanata annak, amiről itt beszélgetünk, nagyon jól dokumentálható. És nehogy már azonnal pofoszkodásra vigyük a dolgot. De a gyűlölködésre sem. Mert nagyon nagy a kísértés. Na most ezt csak azért mondom, mert itt azért fiatalok is. Most ahogy elnézem, ilyen napról már percről-percre fiatalodunk. Tehát lényeg az, hogy esetleg, hát jön egy ilyen, hogy na, akkor most odavágunk, most már végre tudjuk, milyen az ember. Na és aztán, mentsed az értéket, szerencsétlen. Mentsed, mert amint ők is megtörténik, senki elől nem titkolom. Nyugodtan odaülhet a rabok képzővezetője, nyugodtan odaülhet bármilyen ellenünk dolgozó politikus, nem tud érdekelni. De az érdekel, hogy aki megismeri, az menteni akarja, vagy pusztítani. Mi nekünk fölvázolták annak idején, meg hát mai napig lehet olvasni nagy világtörténelmekben, hogy itt van az állat, mondjuk a majom. Akkor itt van az ember, és akkor aláírja, szerszámkészítő állat. Nem tudom, tanulták-e már ezt így. Mi még így tanultuk. Tehát az ember szerszámkészítő állat. Ha ezt a vonalat követem, hova jutok? Sikerült a szerszámot elkészíteni, és már csak a szerszámmal. Nem tudom, érthető. És ott vagyok a mai kor, hát hogy mondjam, csúcs teljesítményénél, és az micsoda? Az nem az űrtechnika. Az a biorobot előállítása. És a biorobot az a futószalag mellett készül. Azon nem a munkatárgy készül, azon a biorobot készül. Aki mellette áll. Tehát, és ez nem tegnap kezdődött. Azért mondom, a múltat tessék megbecsülni, illetve nagyon is annak a tényleges mentén tájékozódni. Megvan rá lehetőség. Na most ez az első képet, mondtam, erről lehet egy esténként beszélni, hát most az egész este még nem telt el, de azért kérném a második képet, ha lehet, így, köszönöm szépen. Ezt csak azért vetítem, hogy van, legyen bizonyítékunk, de olyan, hogy körülbelül abból a korból, amiről én most szó esett. Tehát a 1500-as évek eleje, 1400-as évek vége. Most miért mondom, hogy itt nagyon összefüggnek a mi történelmünkkel a dolgok? Azért, mert 1492-ben tágul ki úgy, vagy indul el a világ tágulása, hogy hát bizony a fuggerek, nemhogy lépéserőny, orrhosszal, de a szó legszorosabb értelemben orrhosszal, hát győznek gyakorlatilag. Tehát itt most már a földközi tenger medencéje az semmi pocsúja. Tehát
valamit ki kell találni, most minden esetre az első lépés az a reformáció bevezetése, és ahogy elkezdtem ezzel a bizonyos fordítási problémával, abban azért az egyház nagyon jól látott, hogy én kezébe adom egy már írni, olvasni megtanult rétegnek az Ószövetséget, ott többet hitről nem beszélhetünk. Szóval azt a topzódó aljasságot, hitszegést, brutalitást, a kegyetlenséget, tehát nem elég, hogy én kiírtam, milyen alapom, hova ide adta, és azért adta ide, hogy kiírtsad, hát tessék el, hogy bizony azért adta. És még néha ezt is elég küldi, mondjuk darazsakat, hogy egy kicsit azért ürítse a terepet, és így tovább. Tehát ezeket addig senki nem olvasta. De még a döntő hányada még a papoknak se olvasta. Tehát rájöttek, hogy ebből gyerekek azonnal forradalom lesz. Hát hogy képzelitek, hogy ti ezt most kezébe adjátok a német parasztnak, aki eddigre azért már valamelyest megtanult olvasni. És akkor abból nem fog kitörni. Hát azonnal kitört. Tehát Luther alig győzte elhatárolni magát ettől, mert az elején őt bizony, hát mint hangadó, irányítónak be akarták. Hát ugye Thomas Müntzer volt a vezető, tehát ő is egyházi férfi volt. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesen egyértelmű az összefüggése ezzel a hitbéli újítással. És mit tetszik gondolni most akkor, kit küldtek lövészárokba? Hát sem nem a Függer ment, sem nem a Medici ment. De óriási lehetősége volt az emberiség hitbéli megosztásának, és csak Franciaország voltak a Jolly Joker. Miért? Hát mert azt nem lehet az Alpokhoz képest délre vagy északra tenni, mert az nyugatra van. És mi történt? Hát ott elindultak, mert az ilyen javítás szándéka mindig benne volt, hát legalábbis a lózunkban. Tehát a jelszavam ott volt a re a formációban. És hát, hogy egy még meg nem rontott ítéletet javítunk, visszavezetünk. És hát bizony Franciaország, hát nagyon erősen a hugenották, azok a hugenottának szoktunk helytegetni, tehát azok már nagyon-nagyon ott voltak a hatalom közelében. És akkor derült ki, hogy a Mediceknek nagyon hosszúra ér a kezdő. Ki volt az akkori királynak a felesége? A Medici Katalin. Az egész Szent Bertalan éjszaka a Medici Katalinnak a egyenes intézkedésére volt. Egyszerre lefejezték az egész hugenott mozgalmat. Azóta nincs református mozgalom. Tehát Franciaországot végül is megkapta a Medici család. Viszont attól éjszakra még minden reformáció. Tehát mai napig egészen a sarkkörig döntően evangélikus, de egy-két ilyen szorványban az reformáció. Tehát megosztották a világot. Viszont az egészet, hogy gondoljunk bele, hogy egészen a felvilágosodás időszakáig, amit azt megelőző, ezt előkészítő szakaszig csak hit vitalnak. Tehát csak hit nevében harcoltak egymásokat. Egy mesterség és egy gerjesztett bank ellentét. Most érthető, hogy a média uralom és a bank uralom, hogy függ össze egymásokat. És hogy jelenik meg 1500-as évek elején, 1400-as évek végén a média? Nem mond ez a név semmit, hogy volt ember? Hát addig lehetetlen volt egyszerre, rövid idő alatt sok embernek ordinárinak ott hazudni. Ez az egyetlen valódi értéke a nyomtatásnak. És az első nyomtatott könyvek, jó, ott volt a Biblia, de azt is már tudjuk, hogy mit tudott mérgezni a tudatot. Abban a pillanatban, hogy már az Ószövetséget is egyenértékűnek kapott. Igen ám, de a legnagyobb része a nyomtatványoknak nem a Bibliáról szól, hanem hitvitázó iratok, amiknek az a lényeg, de dömping, hogy a másik miért hülye. De egészen ordinárinak a gyarázkodó. Mind a két része. Tehát rendkívül ritka az a higgadság, ahogy mondjuk egy házban kell megérni a magakorát. De nagyon ritka. Tehát akinek tulajdonképpen voltak érmei, és aki hát azért a szívében magyar volt, tehát teljesen pontosan tudja írásaimban. Tehát egyáltalán nem ellentetnek érezte azt,
De hát mindannyian is kell kérni, akkor ne vagy akkor mindenki. Hát én saját fülemmel hallottam. Egy ilyen református világ találkozott. Igen, ez most a tények, hogy vasárnap lesz. Jó, ez azt jelenti, hogy idő van. Kentus. Na, tehát azért, hogy érzékeljük a nyilas és a testet öltése, tehát ezek mindig egymással szemben lévő jegyek. Végig szaladjunk rajtuk, ugye a mérlengel szemben a koson, és ez kölcsönös. Tehát ha itt vagyok a szellemiségnél, ez a testi megjelenés. Ha itt vagyok a szellemiségnél, az a testi megjelenés. Tehát itt ugye a bak és a rák, kettőse, téli nap forduló, nyári nap forduló. Akkor itt a bika és a skorpió, ez meg a recessziós időnek a tengelye, oroszlán vizöntő, itt nem öntözgeti. Mikrofonba találom. Hogyan? Mikrofonba találom. Mikrofonba. Ja, bocsánat, Endikát. Ja, hát lehet mondjuk látni, itt már nem lehetett hallani. Tehát bak, rák, itt a bika skorpió, itt az oroszlán vízöntő, itt pedig, és ez egy nagyon lényeges dolog, ez a szűz, és annak mi azt hisszük, hogy a halak önállóan nem. A szűz határozza meg, és mind keresztül hálózat. Hogy működik ma a világ? Hálózatban, nem tudom, hogy felismerik. Hálózat. Tehát ezért van az, hogy egyént semmi értelme nincs gyűlölni. Tehát azt mondom, hogy hát mondjuk itt van a cukros bácsi, aminek nevezik Soros. Hát ha most nem ő, akkor a következő Soros jön. Hát most mi a baj vele? Hát ráadásul az egész garnitúrát ő nevelte ki. Tehát itt most hát itt mögötte van. Hát ez a háló, ezt tessék már egy pillanatra fölismerni. És ebben sajnos az a helyzet, hogy mindannyian benne vagyunk. Tehát nehogy azt higgyék, hogy megfelelő helyen, megfelelő módon azt, amit én eddig itt elmondtam, már nem juttatták el a megfelelő hálózatba. Tehát itt mindannyian benne vagyunk. Tehát régen nem az a kérdés, hogy most számon tartanak, nem tartanak, utálnak. Persze, mi az, hogy utálnak? Hát ez a dolguk. Tehát én mégsem nem is szidom őket. Célkeresztben van? Igen. Nem mindenki, de szóval azt már ki kell érdemelni. No, ez, pillanat. Lassan a kérdésekre kellene térni tanáról. Ja, jó. Jó. Na most egyet hadd mondjak a kérdések elé, hát képen túl vagyunk, hogy tudnélék, nem ígérhetem, hogy egy-két mondatban válaszolok. Tehát úgy próbáljuk föltenni a kérdéseket. Miért? Mert láthattuk, hogy egyetlen gondolatnak mekkora hátteret kell adni ahhoz, hogy egyáltalán fontosnak tekinthessük, nemhogy még hitelesíteni is tudjuk. Úgyhogy tessék parancsolni, én reggelig ráérek, tessék parancsolni. Azt kérdezem, hogy ez a járványhelyzet, hogy illeszkedik ebbe a körbe? Mikrofonba kérném. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a járványhelyzet hogy illeszkedik ebbe a körbe, mert sokan érezzük úgy, hogy ez egy kitalált, mesterséges dolog. Ezzel mit szeretnének elérni? Jó, hát ez feltételezi, hogy én benne vagyok azokban, akik ezt létrehozták, ezt a... és tehát akkor ez fogok tudni erről válaszolni. Na, ez csak... Ez tényleg fontos kérdés, ezt már lehet hallani. Most a lényeg a következő. Az, hogy ez nem spontán alakult, ezt gondolom, hogy minden normális emberben fölmerült. Elég sok bizonyíték van rá, hogy tényleg nem. Itt részletkérdéseken meg nem nagyon érdemes, hogy mondjam, hát itt rágódni. Részben azért, mert ha elindít valaki, vagy valakik egy ilyet, ezek nem buta emberek. Tehát fogják tudni, mielőtt elindították időben, hogy nagyjából milyen kérdések fognak ezzel kapcsolatban föltevédni normális emberek fejében. Ez kb. A 243. kérdés lehet. Nem azért, mert ennyire nem fontos, hanem azért, mert még ennél is hamarabb feltett kérdések vannak. Tehát mindenre megvan valamilyen, nem a kérdésre válaszoló, hanem önt, a kérdés feltevőjét lejárató válasz. Nem tudom, érthető. Tehát azért bizonyos dolgokat tényleg tisztában kell lenni. Ezek nem ma léptek le a fali szőnyegről. És ha csak az 1500-as évek elejét követjük végig, hát minden eszközt kipróbáltak már.
és iszonyúan dühösek, mert nekünk régen ki kellett volna halni. Nem tudom, érthető-e. De úgy, hogy hát Trianon után most ugye ünnepelünk, illetve mert mindjárt bekapcsolódik a válaszba. Tudnék, nagyon is hozzátartozik. Tehát angol, tehát a győztesek részéről olyan szépen fogalmazza, mert ott is van ember, nem csak gazember, francia részről is, hogy ennek milyen lehet, milyen emelkedett lehet ennek a magyarságnak a lelke, hogy a 30-as évek végére nemhogy nem pusztult el, mert előtte meg elmondja, hogy el kellett volna pusztulnia. Hát úgy volt megfogalmazva. Minden, ami az élethez segített, le volt kapcsolva rólunk. Ráadásul egy belső feszültség maximumra föl volt erősítve. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk nem lett volna szabad 5 évvel túlélni. Ez volt a jóslat. És ezt normális közgazdászok fogalmazták meg. Már úgy normálisak, hogy tudtak materiális alapon gondolkodni. Nem lehetett volna. Tehát mindentől, ami a élethez segített, meg voltunk fosztva. És nem haltunk bele. Sőt, a második világháborúban úgy hajszoltak bele, hogy minden rovásunkra győztes szomszédnál jobban álltunk. Tehát azt jelenti, hogy gazdaságilag is, hogy mondjam, tanügyileg is, tehát önmagunkra vonatkozóan a tudományos életünknek is, mindenféle vezetés ellenére. Tehát ez azt jelenti, hogy hatalmas élettartalékaink vannak. Én erre tudom teljes biztonsággal mondani, hogy tényleg hatalmas lélek van, ma is létezik ez a lélek, nem igaz, hogy ezt sikerült kiölni. És az is biztos, hogy ha itt nem lesz feltámadás, sehol máshol nem lesz. Tehát ezt most már tényleg nagyon vegyük komolyan, mert az az energia, ami a nyilason keresztül jön be, és szellemi energia, az vagy rajtunk keresztül jön be, vagy máson nem tud keresztül jönni. Tehát ez vagy magyar közvetíti, ez a kegyelmi ajándék az emberiségnek, hogy tovább tud élni. Ez nem vicc kérdés. Ha nyilason, mint csillagképen keresztül meghúzok egy egyenest, hova fogok bejutni? A kozmológia értelemben nagyobb egységnek a középpontjáig. Tehát ez a saját tejútrendszerünk központja. Tehát ami onnan energia, egyenes úton, tehát nem fizikai úton be akar jönni, az csak a nyilason keresztül tud bejönni. Ha meg akar újulni a világ, csak általunk tud megújulni. Semmilyen más nép nem tudja ezt közvetíteni. Mert egyedül a magyarság él még állami keretei között is, magyar keretek között. Más kérdés, hogy mi tudjuk nagyon jól, hogy ez mit ér ez a állami keret, de akkor is. Tehát azt jelenti, hogy szóba kell hozni a magyart, akár mennyire is. Próbálják titkolni, írják a magyar nélküli történelmet, nem tudom, tudjuk-e. Írják. De egyszerűen nem jelenik meg középkor történetben, és ez egy forgalomban lévő. Magyarra le is fordított történelemkönyvek. Nem szerepel. Középkorban ilyen magyar királyság nincs. Csehszlovákiának van múltja, amely belenyúlik a középkorba. Ott esetleg az, hogy elnyomás alatt élt, de ott már nem részletezik, hogy magyar. De és ezek forgalomban lévő. De nem lehet. Nem lehet. És nagyon-nagyon figyelmeztetném őket, ha tudnám, hogy mondjuk itt ülnek köztünk, hogy tudnélik, azért vigyázzanak ezzel. Minél jobban nyomják le, annál nagyobbat fog robbanni. És már nagyon a robbanás határán van, vigyázzat. És egyfolytában azon dolgoznak, hogy túl korán robbantsák ki, erre meg nagyon vigyázzanak. Minden eddigi forradalmunkat azért tudták leverni, mert túl korán robbantották ki. Mesterséges ürügyekkel. De nagyon vigyázzanak, mert most minden eszközzel próbálják a magyart magyar ellen, hogy robbanjon már ki egy polgárháború. A rohadt életben még mindig nem sikerült. Tehát ha nem tudom azt a képletet, amit elsőnek vetítettem, nem tudom komolyan venni, hanem csak ennyi kis haszon érdekében. Én most keresztbe lépek, tehát a másikat visszaszorítom, már a feltámadáshoz vezető utat elzártam. Saját magam. Még csak nem is külföldi. Tehát ez az, amit... Ha valamit megjegyeztek ebből az előadásból, azt feltétlenül. Na most, viszont van itt egy másik kérdés, bocsánat. Az pedig az, hogy ez az év lett volna az, amikor a világ szembesült volna Trianonnal. Ez ugyanis nem a magyarság kérdése. Ez a világ ellen elkövetett elképesztő mértékű bűn. Tehát ebben nem csak mi sérültünk bele, erkölcsileg az egész világ.
Tehát 100 évig egyetlen nemzet sem emelte föl ez ellen testületileg a véleményét. Az azt jelenti, hogy mindegyik sáros már Trianon bűnében. Most Trianonnak a neve is beszélő név. Hát a tri az hármat jelent. A non az nemet jelent. És itt három olyan nem van, amiről tulajdonképpen mi nyugodtan meghátrálhatunk, hogy bocsánatot kérek, összes többinek szól. Mi csak a szenvedő alanyai vagyunk. Első az isteni rendre, egy hatalmas nem, amelyik egységnek teremtette a Kárpát-medencét. És mint egy mutatványként a világból, így kellene élnetek. Beszélhettek akárhány nyelven, egymásra vagytok utalva. És ennek megfelelően kellene élnetek. Na most a magyar királysága maga csak 1000 évig követett, pedig nyugodtan követhetnénk tovább. Ennek megfelelően próbált élni. Egész addig, amíg a magyart magyar király igazította, akit a magyar szent koronával koronáztak. Amikor az első idegen betette a lábát, megingott ez a rendszer, még helyre tudott jönni, ez az Anzsót dinasztia volt. És utána az első Habsburg betette a lábát, onnantól kezdve egy totális csőd. És ennek a dokumentát, tehát jogilag megfogalmazott alkalma, vagy a képlete, az pedig 1687-ben történt. 86-ban Budát úgymond felszabadították. Mi nekünk a felszabadításokból elég rossz tapasztalataink vannak. Tehát minden esetre felszabadították. És már a következő évben első Lipót, akiről híres volt, és ő akarta is, hogy híres legyen, hogy ezt tanúk előtt mondta, ha megtudnám, hogy egyetlen csepp magyar vér van az ereinkben, kiontatnám. Ennyire szeretett, mint magyar király bennünket. Na most képzelj, és ez dokumentált tény. Tehát nem olyan, hogy hát ezt titokban mondta csak hárman, nem így van. Ezekről egyébként András Falvi Bertalan egy nagyon jó összefoglalást adott. Nem tudom, András Falvi Bertalan neve gondolom ismert. Hát egy nagyon kiváló valakiről van szó, és minden esetre, ha tudok jót mondani néprajzosról, mert nem igen tudok, de ha tudok, akkor őről mindenképpen mondom. Tehát őnek egy kitűnő, ilyen rövid kis füzet, Szent György füzetek címen jelent meg ez a füzet sorozat, mégpedig azt hiszem Pécset adták ki. És egy olyan kb. 10 évvel ezelőtt, vagy 15 éven belül. És összegyűjtötte azokat, amilyen mi hírünk a világban. Hát döbbenetes, hogy na most itt vagyunk a médiánál, tessék parancsolni. Tehát azt, amit a magyarokról 1849 és 1914 között módszeresen, minden nyelven, külön-külön mószerolást megjelentettek, hát erre azt mondja az ember, gyerekek, ezt még meg is tapsolhatnám, ha nem volna ilyen iszonyú aljas dolog. Mert profi. Minden héten megjelent egy magyar gyalázó írás, egyik héten, de ez dokumentált tény. Olasz sajtóban, olyanok, akik velünk együtt harcoltak még az ő szabadságukért, nem tudom, olaszoknál, már az első világháborúban megengedték maguknak, hogy a közepén átálljanak a magyar ellene harcolók közé. Aztán ilyen volt, hogy az amerikaiakat hogy sikerült beugratni? Hát maga Masaryk írja le az emlékirataiban, nagyon nehéz dolgunk volt, mert ott még amerikai körében még Kossuth emléke él. És az, hogy itt mi a szabadságra hivatkozunk, hát a magyar szabadságharcnak egy kitörölhetetlen emléke van. Na azóta már sikerült kitörölni. Tehát a lényeg az, hogy és ezt a tulajdonképpen végig jó hírünket, hát volt mire jó legyen a hírünk, tehát volt mögötteté, módszeresen mószerolni. Sikerült úgy, hogy a leggyűlöltebb név már 1918-ra legalábbis, mert nem az elejére háborúnak, már a magyar név lett. És sikerült olyan mértékű aljasságokat elkövetni velünk szemben, hát ami egyszerűen minden képzeletet fölülmúl. Na most ennek lett volna most ideje, hogy legalább terítékre kerüljünk, tehát legalább szembenézhessen a világ ezzel a bűnnel. Ezt egyedül így lehet. Úgyhogy letiltok minden gyülekezetet, ami mondjuk 12 főnél több. Nem tudom, értette. Ennyit erről. Engem természetesen ez érdekel legjobb. Biztos van ennél sokkal fontosabb. Ne felejtsük el, le akarják selejtezni az emberiséget.
Nem bejelentettem, természetesen csak mennyiségi tételeket tudnak megfogalmazni. Minőségit egyáltalán nem számít. Brancsbeli vagy nem brancsbeli. Brancsbeli maradhat, és akkor ez tételesen meg van fogalmazva. Mennyien maradhatunk? Érthető? Na most itt meg megint tudom, hogy be kellene fejezni, de vannak gondolatok, hogy nem lehet nem befejezni. Tehát valahol el kell varni. Tehát abban a pillanatban, amikor a csúcs teljesítményben én a megbízhatóan, időben teljesítő biorobottal elkezdem lecserélni a dolgozó embert, az azt jelenti, hogy az ember felesleges lett a Földön, nem tudom érthető. Rajtunk kívül, önkiválasztott népen kívül, nem tudom érthető. Tehát ez azért fontos kérdés, mert mi a tünetekkel foglalkozunk, ott dühösködünk meg, ott síránkozunk. Hát nézzünk már egy kicsit mögéjük. Hát munkahelyekről beszélnek. És tudod-e, hogy az a munkahely, amit most ígérgetnek, vagy meg is valósítanak, 10 év múlva nem igényli az embert. Nem érted? És már dolgoznak, be is jelentik. Ugyanaz a nagyvállalat már alkalmazza is a biorobotot. Egyelőre még az árán, ami pénzben kifejezhető, tehát mennyiségben, azon még gondolkozik, hogy megérje. Egyszerűen ki fognak rúgni. Tehát nincs az embernek helye a Földön. Most halljuk ezt bármelyik, hogy mondjam, ilyen vezetőnek a nyilatkozatán. Hát próbáljunk már gondolkozni. Na, akkor én most már tényleg be kell fejezni. Azért szóval köszönöm a türelmet, meg a hozzászólást is. Nem tudtam hamarabb befejezni. Köszönjük szépen. Hát valóban tanár úr reggelig is itt lenne, azonban az emberi befogadóképesség az véges, és igyekszünk általában így 2 órán belül tartani ezeket az előadásokat. Viszont utána lesz lehetőség még akár 4 szem közt kérdezni, beszélgetni, könyvet dedikáltatni, hiszen hozott itt azért az életművéből jó néhányat. Abból az életművéből, amely most már azért állami elismerést is kapott, köszönjük szépen. A korábbi években ugye vár életműdíjat kapott, és hát nem a Tudományos Akadémiától természetesen, de azért a Magyar Örökség díj is, és számunkra azt gondolom az az életmű, amit elvégzett, az mindenképp méltó arra, hogy itt akár a Fekete István Szabad Egyetemen, hogyha vállalja, akkor ezután is további előadásokban folytassa azt a művészettörténészi és mondhatjuk irodalomtörténészi előadást is, ami most... Sőt, még hozzáteszem, egy kicsit visszaköszönt az is, ugye, hogyha jól tudom, édesapja a református lelkipásztor volt, meg testvére is, tehát azért egy kis vallástörténet is szerves részeként itt megjelent. Én nagyon szépen köszönöm, és ha már tanár úr azt mondta, hogy itt a Trianon emlékév erről kellett volna, hogy szóljon 2020, hadd ajánljam következő előadóinkat, hiszen októberben Pap Lajos, novemberben pedig Popé Gyula pont Trianon 100. évfordulója, a Trianon emlékév kapcsán fog előadást tartani, sőt, azt követően a decemberi előadás kutatótársa Rafai Ernő történész is ugye az elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta címmel egy kis aktuálpolitikai kitekintést is fog adni. Ezen kívül pedig hadd ajánljak még egy apró programot, egy jövő heti programot, mert itt az irodánkban lesz egy véradó versenyt hirdettünk a pártok között, hogy egy nemes célra is összemérjék erejéket itt a különböző társadalmi szervezetek, úgyhogy aki ezt tudja vállalni, jövő héten kedden, szeptember 22-én kedden délután 14-től 19 óráig itt a irodában lehet vért adni. Minden magyar felelős, minden magyarért, ez a jelszavunk ennek a missziónak a keretében is, és hát végül átadom zárszóra a szót Popé Gyula igazgató úrnak. Drága felebarátaim, amikor az ember ilyen előadásokat hallgat, akkor újból is újból rádöbben arra, amit persze amúgy is tud, hogy mennyire szükségünk van ezekre a szemnyitogató rendezvényekre, és milyen nagy szükség van a Fekete István Szabad Egyetemre, amelyik ugye hajlandó, képes és cselekvőkészséggel fölvállalja ezeknek a rendezvényeknek a megszervezését, megtartását, lebonyolítását. És látjuk például már a pusztán a mai előadás
végkonklúziójaként is, hogy nekünk magyaroknak újból és újból, ezer éveken keresztül bizonyítani kell létjogosultságunkat az életre, meg kell küzdeni a létünkért, és újból bizonyítani kell, hogy, bocsánat, hogy Isten kiválasztott népe mi vagyunk. És újból, kedves barátomat, Döbrenteit idézem, aki azt mondja, hogy a magyarsággal az Istennek célja van, volt és van is, és úgy gondoljuk, hogy lesz is célja velünk a mindenhatónak. És ez kell, hogy eltöltsön bennünket egy büszke daccal, amelyik már önmagába a nemzeti föltámadást, megerősödést és a tettek vállalását kell, hogy jelentse a mi számunkra. Nagy lelki örömmel hallgattam a mai előadást is, és úgy gondolom, Szabad Egyetemünk további programjai, előadásai is hasonló szelleműségűek lesznek, és nyitogatják a magyar szemeket, és a nyitott szem, nyitott lélek, nyitott konkrét tevékenységet is fog eredményezni hazánk, nemzetünk javára és hasznára a jövőben is. Erősödnünk kell szellemileg, erkölcsileg, tudásban, minden vonalon, és ez előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét. A professzor úrnak köszönjük a közreműködését, és önöknek pedig köszönjük, hogy megjelentek. És vigyék hírül, adják tovább mindenkinek az üzenetet, hogy érdemes ide eljönni, mert itt valóban nemzetben, erkölcsben csakis épülhetünk minden téren. Köszönöm.